6 óra 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátaink. Hát kezdjük el ezt a napot. Itt van Laci. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Szia, Anett, jó reggelt neked is. Jó reggelt, sziasztok. Na, valaki rád reflektált, Anett, megpróbálta ezt a reggeli, de lehet, hogy kitöröltem. Rossz volt, vagy jó? Mi? Okoskodó volt? Nem okoskodó volt, csak kipróbálta ő is ezt a reggeli tornát egy órával korábban keresni, és ezért elkésett, minden baja lett. Jó. De ez csak egy napig tart, a minden baja lesz. Utána meg már ilyen rutinosan, 3-4 nap is hozzászokott. Ma is csináltad? Dehogy is, de... Ja! De baj, két napja volt. De azoknak tanácsolja, akik ezt komolyan vennék, hogy 3-4 nap is elmúlik. Ő nem veszi komolyan, de a többiek hátha. Igen, hát minden a személyedzők, akikhez én annak idején jártam, mindenki azt mondta, hogy 1-2 hónap, és utána nagyon fog hiányozni. Nem jutottam el soha odáig. Én sem jutottam el idáig, amikor azt mondja, igen, nekem is mondta a személy. Én mindig azon gondolkozom, hogy a személyedző olyan jó foglalkozás, de mi lesz, ha már nem bírod? Vagy már nem vagy? Mi lesz a személyedzőből? A személyedzőséget nem bírod? Ne hülyeskedj. Hát figyelj, ezek felveszik a kis cuccukat, és utána mutogatja neked, hogy merre, hány méter, az bírod? Ez értem, de vagy egy 30-as ropogós lány, vagy egy 30-as ropogós fiú szokott személyedző lenni. Mi van, hogyha már, mit tudom én, 47 vagy? És még mindig le kell menni a... Mi? Szomszéd padon ülnek. Hát az én edzőm is azt csinálja. 47? Jó, akkor abból 50 lesz most, hétvégén. Csak arra gondolom, hogy lehet, hogy már nem hiteles, tudod? Igen, nem hiteles, nem őt fogják választani, ez egy picit olyan, mint a Playmate szakma. Igen. Nem? Hát figyelj, nekem hiteles az edzőm, ő a Béres Alexandrából világbajnokot csinálta, én várom, hogy vele mi történik. Oké. Okay, mi is várjuk, hogy veled mi történik, igen. Mert hány éve jársz hozzá? Hát járok hozzá, de hát ebbe a korban már édesapa karbantartás miatt kell. Hát én már nagy reményeket nem fűzök hozzá, nem tudok megint napi 6 liter fehér. De nem azt mondom, hogy nincsenek kivételek, de azért általában ez elmúlik, ez a dicsőség, nem? És a klientúra, köröd, stb. Nem tudom, csak aggódom értük, hogy akkor mit csinálnak? Van egy sportáskájuk, és van néhány mozdulat, amit fejben tudnak. Igen, de a mögé nézek a brandnek, amit mondod, Laci, hogy ott van viszont a rutin, meg a tapasztalat, bizony, meg az évek, meg a módszerek ötvözése, meg mindenféle. Lehet, hogy én előbb választanék egy ilyen rutinrókát, aki a Laciból nem pontosan csinál semmit. Rutinróka? Ne őt hibáztassuk azért, mert az én testemmel ő se tud semmit csinálni. Tehát hiába a sok diploma, a több 10 éves rutin, az én testem, tehát nem lehet. Ez a legnagyobb kihívás. Ez egy nagy kihívás és elkeseredés. Egyébként azt mondják, hogy mindenki testéből lehet jót, tehát csak tényleg ez a kitartás. Csak szerek kérdése. Nem a szerek. Tehát, Anett, egy idő után igen. Igen, hát persze, akkor meg... Mindenki testéből lehet jót, ezt hallottam, ezt jó a mondatot. Jó csinálni. Igen. Tehát, hogy még ha kicsit így el is engedted magad, azért hát össze tudnak rakni újra. Bemondja, hogy kicsit is elengedted magad. Ez is mehetne pólóra. Mindenki testéből lehet jót csinálni. Ebből is. Igen, az a baj, hogy mindig aztán az alanynak a hibája, hogyha nem sikerül. Én szívesen számon kéném a személyedzőket is, de mindegy. Ó, be fognak takarozni azonnal. Nem eszel normálisan, ahogy persze, tudom, minden van. Diétával. De ez igaz is. Én is megettem tegnap 3 kanál nutellát még lefekvés előtt. És ehhez képest meg itt kínzol bennünket a büdös brokkolis csirkéddel? Mikor hoztam utoljára brokkolis csirkét, ne ideges, így direkt zöldbabra váltottam, hogy a kényes orrodat ne bántsa. Két fönn láttam az asztalom alatt eldugva, csak mondom, úgyhogy nemrég. Az volt az utolsó. Ja, mikor hoztam? Csupán hétfőn. Ez ma csütörtök van. Zöldbab volt benne direkt, mert finnyás van. Gyerekek, nagyon belterjes ez a beszélgetés, nézzük meg a hallgatóink, mivel köszöntenek bennünket. Morgan, mindenkinek a tegnapi témára reagálva, bő 10 éve voltak olyan időszakok, hogy kis túlzással mit fogunk enni másnap. Utazás, nyaralás szóba se jöhetett, aztán kaptam egy lehetőséget, irány Hollandia, ma már hajókat bíznak rám, a lányom jó iskolába jár, 3 nyelven beszél. Saját ház, autó, azt, hogy honnan, hová érkeztem, azt nem fogom elfelejteni. Jóci, a hajósziget elő Rotterdamból. De jó, jó ez. Igen. Jó reggelt, Bocskor tím, a tegnapi Nádas Tamás beszélgetése visszatérve, a lehetőség lenne rá, többször is hallgatnék tőle sztorikat, és váró Anger Zsolttal a beígért témát. Nagykozári fuvaros üzeni ezt nekünk. Hát Zsolt, amikor elkészül ezzel a grillezős YouTube sorozatával, vagy ha már elkezdte és van már, akkor mindenképpen hívjuk, beszélünk. Persze. Igen. Zsolt, ebben a szezonban lesz még miről beszélni grill témában, én is úgy gondolom. Jó. Szuper lett a turnés videó, az egyik legjobb turné volt, üzeni Laca Biáról. Bizony, Lacika, hogy elsült a kezed? Hát igen, de azért neked is benne volt a fantázia. Ezt hagyjuk. Ez a te művez. Jó. Jó, Gabi bátyám, jó reggelt, egy ciprusi barátom tegnap így fogalmazott, persze magyarul írom neked, mert még nem tökéletes a görög kiejtésed. A turistáknak órája van, nekünk ciprusiaknak pedig időnk. Csak ennyit mondtam neki, ehhez dikó. Igazad van.
Igen, a McLaren-es. A Mediterráneumban ez azért illése méltó, hogy idő az van. Azt látod rajtuk. Sziasztok, tudnátok segíteni? Mit lehet arra mondani, ha a szüleid a semmiből egyszer csak közlik, hogy 30 millió forint volt a felnevelésed, ideje törleszteni? Lehet bennem van a hiba, de sokkolódtam. Húha. Ez igen. Ez kemény. Ez így. Minden, nekem mindent áthúzna, így, ami eddig volt, hogy... Hát ugyanakkor meg nyilván, hogyha tiszta matekot nézzük, van benne logika. Nincs. Nincs, hát ez... Nem, mert pontosan ez a befektetés, ez öröklődik. Majd te is fektetsz be, nem a szüleidbe visszamenőleg, hanem a te gyerekedbe. Persze, csak aztán ilyenkor lép be, hogy gondoskodni a szülőkről, ilyesmi, de valószínűleg ez lehetett egy ilyen nyersen lefordítva. Ne, az más, gondoskodni a szülőkről, ráadásul kötelességed. Igen. De itt ő úgy írta le, hogy törleszteni, tehát, hogy mint hogyha azt a 30 milliót meg is nevezte az összeget, ezt most már el kéne kezdeni törleszteni. Nyugodtan válaszod nekik azt, hogy nem kellett volna felelőtlenül kufircolni. Ennyi. Hát most érted, számon kérni a gyereket? Kezd el alkudozni, szerintem ők is egy plafon összeget mondtak. Menj 10-ről, és akkor való megálltok. Gyuri, de mit szólná, ha azt mondaná apád, hogy ideje törleszteni? Sírnék. Az nem 30 lenne. Szép jó reggelt, srácok, tegnap szólt nálatok a Duran Duran Come On Down. Imádom ezt a számot, meg az együttest. Kedves Gábor, jól tudom, te is készítettél velük riportot még a slágerben. Mi volt a benyomásod a srácokról? Köszönöm, megválaszolt, szép napot mindenkinek. Maradok végig, Gilkó. Hát ezt a kérdést nehéz megválaszolom. Valóban ők ott voltak nálunk a Bumerangban, de délután érkeztek, és ezért mi ott bárki is volt, azt kitoltuk a stúdióból, és délután élőben volt egy délutáni Bumerang rész a Duran Durannal. Énekeltek is 3 dalt, és nagyon jó volt. Hát nézd, a benyomásom nem volt különösebb. Az a benyomásom az viszont nagyon él, és hogy valakinek megvan ez a felvétel, hallgassa meg, hogy Simon Le Bon úgy énekel, hogy nem hiszed el. Tehát ott volt a stúdióban egy-két mikrofonálvány, akusztikus gitárral jöttek, és eltoltak 3 számot, én azt hittem, hogy leesik az állam. Én rengeteg Duran Durant hallottam azelőtt ilyen stúdiófelvételeket, de ez a manusot élőben, akusztikusan, Jézusom, hihetetlen volt. Amúgy, meg nyilvánvalóan ez egy fellépés előtti promóciós rádiólátogatás volt, most, hogy úgy annyira nem vágytak ők se erre, tehát, hogy nem azt mondom, hogy kicsattantak az örömtől, hogy ott lehettek, de nem is volt semmi baj velük, tök helyesek voltak, aranyosak. De kötelesség tudatosan letolták. Tehát ennyi volt. De mondom, ahogy énekelt, az nekem valamelyik régi MP3 lejátszom rajta van. Ez érdemes volna kijátszani, mert esküszöm, hogy jobb egyik, neked meg van, Lacika? Hozzam be. Mert elképesztő, ahogy az ott megszólalt. Mondom, főleg Simon Le Bon hangja. Kíváncsi vagyok. Hallgassuk meg. Jó, oké. Okay. Na jó, mi van itt? Időjárás jelentés, ami Anettünktől azt írja nekünk, meleg lesz, de bármikor leszakadhat az ég, ne? De sajnos. Sajnossal folytatódik. Tegnap se volt semmi. De te figyelj, ez országosan beszélek én az időjárásról. Anett mindig országosan beszél. Oh. Személyedzőről, Pilatesről országosan beszél. Egy olyan országos Pilates. Ja. Na, sajnos felhőszakadásra, jégesőre is van esély. Hajnalban volt, ahol leszállt a köd, közel 30 fok közelében lesz a csúcs ma is. Felhős, borongos időnk várható holnap, sok felé eshet is. Igen, a szombat is hasonlóan alakul, vasárnap már újra előkerül a nap. Tehát kitartást, vasárnap már sokat látjuk a napot, ezzel azt akartam üzenni. Igen, és Janka és Zsanett napja van. Jankókának, nagy puszi, igen. Puszi. És ma van a szklerózis multiplex világnapja. 44 éves lett Steven Gerrard, angol labdarúgó, aki ugye Szoboszlai Dominik példaképe, és ugye az ő számát viseli a Liverpoolnál. 8-as. 593 éve eretnekség és bűbájosság vágyával mágián megégették, meg vagy el? Szerintem... Tehát megpörzsölték, vagy el? Hát figyelj, őt megégették, mindenki azt mondja. Tehát kijött még a tűzből? Nem ment haza? Szerintem a hulláját, a holttestét hozta. Akkor elégették. Uh-huh. Igen. Kettő együtt járt abban az időben, szerintem is. Az eltüzelték szót semmiképp ne használjuk. Eltüzelték. Ja, de nem. Megégették, elégették, felgyújtották. Eszembe se jutott az eltüzelték szót. Na jó, de mi a jó szó erre? Nem tudom, nekem a megégették tetszik. De az olyan, mint hogy egy picit kapott volna egy kis sérülés, de azért a klinikán a bőrplasztikai szakemberek helyre tették. 1564-ben. Igen. Zsándárkot. Az orleáni szűzzet. Igen. Ó, drága Mila Jovovics. Ó, igen. Én is csak vele tudom azonosítani. És szóval szerencsé... ő nem ment haza ebből a tűzből, ez a vége lett, ugye? Nem. Jó, ezt akartad mondani. Haza nem.
de a plusz. 171 éve Isaac Murray Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet. Minden évben megemlékezünk róla, és Henry Ford üzenete néhány okoskodónak. Gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen. Uh-huh. Drága Henry Ford. Milyen igaz. Igen, ez mai napig így. Így van. Jó, Henry Ford nagyon, nagyon bölcs. Most voltam nemrég Hovány Marcinak, tudjátok Hovány Mercedes, voltam az irodájában, és egy nagy falon van Henry Ford idézet. Oh. Melyik? Nem tudom, mert mögöttem volt. Tehát amikor jöttél ki, akkor se nézted meg? Lehet, hogy ez is köztük van. Na jó, ennyit erről. Gyuri időjárás jelentése. Szolnok most 15 fokos, 28 lesz és napsütéses. Szekszár 14 fokos, 28 lesz ott is és napsütés. Calgary plusz 4 fokos és 15 lesz felhősen. Körmen 12 fokos, 27 lesz majd napsütés. Budapest 13 fokos, jelenleg 27 lesz itt is és napsütés. Oké, okay, na, gyerekek, tegnap is volt szó, most is utalt valaki, a nyaralás. Tehát nyár, nyaralás, ugye, és mindig vannak olyan érdekes témák, amelyekre mi nem is gondolunk, hogy hoppá, hát a nyaralás előtt ezt érdemes volna meghallgatni. Ha én rádióhallgató lennék, felhangosítanám, hát mindjárt jön a nyaralás. Na, nem, a lényeg az, hogy képzeljétek el, egy német újságban találtunk egy összefoglalót arról, hogy milyen applikációk elengedhetetlenek az utazáskor. Igen, és ez tele van ez a lista olyanokkal, amikről nem is hallottunk, és baromira megkönnyítik ezt a melót, ami mondjuk az utazást megelőzi, vagy menet közben. Igen, mert tegnap is beszélgettünk erről, hogy ki hogy készül az utazásra, és ha lenne egy ilyen applikációt, használnád-e? Hasznos lenne. És tényleg egy csomó olyan van, most persze, oké, okay, használunk navigációt, vagy esetleg egy fordító programot. Esetleg, igen. Esetleg. De mondjuk már a bepakolásnál egyébként, mert itt van olyan alkalmazás, ami abban is segít, hogy ne hagyd otthon a lényeges dolgot. Olyan az applikáció, hogy beírod, hogy hova szeretnél menni, mikor, ugye hát nem mindegy, hogy milyen szezon van, és mennyi időre, és ő csinál neked egy checklistet, hogy mit pakolj, és mik aktivitások. Az aktivitások, amiben részt szeretnél venni, tehát például... Nem is szörfözni. Szörfözni, akkor... vagy síelni, vagy nem tudom mi, kirándul, tök mindegy, és akkor beírja neked checklisten, hogy ezeket pakold be. Nyilván kihagyhatod, de hogy emlékeztetve, hányszor volt olyan, hogy elindultunk Egyiptomba, és nem volt nálunk naptej. Fürdőruha. Szinte mindig. Mindig. Napszemüveg, homokszűrő. Homokszűrő, hányszor volt? Homokozó lapás. Nekem két egyiptomi nyaralást tett tönkre a homokszűrő hiánya. Teve juti fali. Ó, igen. Igen. Tehát, igen. Hogy egy csomó dolgot kihagysz, pedig tudod, hogy hova mész. Még Egyiptomba. Nem a fresh nap vagy gyorsan. Teve juti fali? Persze. Néznének szerintem. És ezt például az megkönnyíti. Akkor nem simán navigáció, érdemes ugye arra is figyelni, hogy amikor a roaming díj hirtelen magasabb, akkor azért nem baj, hogyha vannak offline térképeid. De nem simán navigáció, tehát olyan információkat ad neked azokról a helyekről, ahova te el szeretnél látogatni, amúgy sehogy. Útvonaltervezés, vagy amikor már megcsináltad az egészet, plusz fotóztál, plusz naplóztad az egészet, összerak neked egy könyvet, kinyomtathatod. De jó! Ez nagyon, vagy megrendeled. Nagyon jó felség. Az applikációkat. Tehát nagyon-nagyon sok hasznos dolog. Hát ezek tök jók, használjuk ezeket. Ezeket majd egyenként szépen végigvesszük, hogy ezek hasznosak-e, használnánk-e, eddig hogy oldottuk meg. Hát teszem hozzá már azért, szerintem mi is használunk most egy-két applikációt, tehát már papíralapú térképet kint biztos, hogy nem. Régen azért az a volt szívás, egy városban, ahol először jársz. És hány turistát láttál úgy, hogy egy fényképezőgép a nyakában lógott, és a kezében egy papírtérkép, és tekergette, forgatta, hogy most merre van az arra, és mindannyian persze csinál. Ezt, de ez megkönnyíti, de mondom, tehát az offline térkép nagyon fontos, ha már az EU-n kívül vagy. Bizony. És van még egy csomó, tehát nagyon-nagyon izgi kis applikációk, utazás előtt ezeket hallgassátok meg. Ezek többnyire ingyenesek, de vannak prémium szolgáltatásaik, amelyek fizetősek. Van olyan applikáció, aminek az a neve, hogy Get Transfer. Azaz, na ilyen, tehát hogy szerez magadnak közlekedési eszközt. Igen. Taxi, transfer, ilyeneket tudsz szervezni előre. Igen, tehát nagyon sokszor a reptérről is gondolkozol, hogy jutsz be a városba, mi a legjobb. Hát bizony, amikor fapadossal mész, akkor azért ezt a 120 kilométert meg kell tenni a városig valahogy. Igen, Hannoverbe repülsz, fapadosnak csak Kármákstadtba volt leszálló pályája, és akkor onnan el kell menni még a 240 kilométert. Emlékszem, amikor először mentünk fapadossal Párizsba, fél Franciaországot láttam a buszról, mire beértem a Champs-Élysée-re. Champs-Élysée, így van.
Szóval nekem is volt ilyen. Például, hogy hívok taxit? Mert Magyarországon tök egyszerű. Taxi. Hogy hívok taxit? Nem, rendelni. Ja. Leszálltunk Barcelonában, ez volt nagyjából egy fél óra, 3-4 óra, hogy azt mértük fel, hogy most hogy fogunk bejutni, és milyen taxival lenne a legegyszerűbb, meg a leggazdaságosabb. Uber, taxi, busz, stb. De nem, ott vagy egy városban, mondjuk Bolonyában, és ott vagy a panziódban, és neked sürgősen kell egy taxi, mert el akarsz jutni, mit tudom, Maneskin koncertre. Hogy hívsz taxit, tudod? Nem, fogalmam sincs. Tudod a telefonszámot? Nem. Ha tudnád a telefonszámot, tudnál kommunikálni velük? Nem. Nem. Na, ennyi. Na, és ezeket megoldja az applikáció. Igen. Bár én mindig úgy indulok el, veletek ellentétben, hogy én már nagyjából összerakom az utazásomat. Az úti tervet, igen. Igen, igen. És akkor tudom, hogy jutok be, mindegy, de hogy ezek az applikációkban. Ja. Már a taxi is meg van rendelve előre. Na, én is nagyon alapos vagyok egyébként előkészületekben. Annyi minden van nálam, mindenféle izé. Jó, ki hogy, de ezek az applikációk segítenek, bemutatjuk nektek ezeket. A másik pedig, képzeljétek el, hát aki ott lehetett bő egy héttel ezelőtt a Bocskor 6X-en, talán az egyik legemlékezetesebb része az volt, amikor Geszti Péter kijött köszönteni, és dalokba foglalta a köszöntőmet, de hát ugye az én bocskorom, zseniális, az én kedvesemre átírva, az nagyon helyes, hogy meg is énekeltette a közönséget. Akkor még senki nem sejtette, hogy Geszti Péter nem csak nekem írt dalt. Valamit már láttam rajta, de nem mondta. Nem, hogy a jövőben. Ja. De a lényeg az, hogy közben Péter valahogy, hogy nem, írt egy dalt, vagy megjelent egy dal, nem is tudom, hogy fogalmazzak, és ezt a dalt, ezt nálunk szeretné bemutatni, ezt Péterfi Borival, tök érdekes párosítás, Péterfi Borival énekelte közösen, egy apró részletet mutatok a refrénből. Beléd szerettem, ez van. Most azt hiszitek, ez egy szerelmes dal. Valamilyen szinten igen. De mi végighallgattuk az egészet, és ebben van egy pár csavar ebben a dalban. Igen. És Péternek is van szóló része, Borinak nyilván. És egy baromi jó dal. Komolyan én úgy hallgattam ezt a dalt, hogy hát én emlékszem erre az érzésre, ismerem ezt az érzést. És akkor bím, jön egy pofon jobbról. Igen. Bím, jön egy pofon balról. De az az igazi, igazi dúdolható nyári köntösbe van csomagolva. Igen, és így belefekszel, mint egy nyugágyba, a dalba, és akkor hirtelen fölugrasz. De egyébként érdemes, tehát hogy jól megírni egy szerelmes dalt egyébként, mint ahogy ez a dal meg van írva. Mert ez az elhagyásról szól. És nem olyan egy, tehát hogy tudod, vannak a szerelmes dalok, amik ez a nyári érzés, hogy igen, a szerelem jó, viszlát, ennyit mond. Na, de ebbe azért sok van. Ebbe sok van. Geszti Péter lesz a vendégünk, az egész dalt majd lejátszuk nektek, és majd erről fogunk dumálni, mert vele mindig jó dumálni, hát most ezt nem kell nagyon folytatnom. Aztán ami Vokcink, hát gyerekek, ez egy nagyon olyan téma, amivel ő foglalkozik, ami ezerszer így vég ment már a fejemben, meg dumáltunk is már erről. Igen, hát egy elgondolkodtató szituációs játék elé fog minket állítani igazából, amihez most már tudományos háttér is van egyébként. Igen, tehát ha jön az Armageddon, tudjátok, láttatok ilyet már, nagy apokalipszis, meg Armageddon, mindentől, amikor csak egy páran maradtok a földön. Igen. A vízmésznek, hogy hívták ez a... Legenda vagyok. Az volt. A legenda igen, vagyok. Igen. De van egy csomó más. Tehát amikor mindenki kipusztul, csak egy pára maradtok a földön. Uh-huh. És akkor, és a Vokci erre akar, és azt mondod, Gyuri, hogy erre van egy tudományos elméletem? Persze. Hogy hány emberre és milyen stratégiára van szükség a föld újra népesítéséhez? Wow. És most ne abból induljunk ki, hogy a nemi erőszak az nem lesz büntethető, mert az nem megoldás. Nem. Viszont bele leszünk helyezve ebbe a kezdő csapatba, tehát nekünk is majd végig kell gondolni, hogy mi mire lennénk jók, amikor elkezdődik ez az egész kemény munka. Hát gondolj bele, hogy nem szakembereknek el kell kezdeni szervezni egy társadalmat, hogy működjön. Igen, hát attól függ, hogy hányan vagyunk, és rengeteg minden eszembe jut. Hát nyilván kell, hogy legyen egy szószóló, vagy minden demokrat, mert az a, úgy tanultuk, vagy és akkor ki mire jó, oké, semmihez nem értünk, tehát mit tudom, egy romos városban mihez értünk, én nem értek a villanyszereléshez, az autószereléshez, se a kőműveskedéshez, mire lesz, vagyok én jó, én mint gondolkodó ember. Igen, jó, az én tudásomra majd csak 20 év múlva lesz szükség. De hát ott van a meló, az újranépesítés része is, ugye az is meló, amellett, hogy még gondolkodni kell, meg barkácsolni, meg minden, szóval, hogy itt így van, ott vagyunk, 5 fiú és 4 nő.
csináljatok társadalmat. Mm. Na halló, tessék! Hogy? Hát nyilván meg kell beszélni, nem el csak úgy, hogy... Persze, de szerintem vigyük Lacikát, mert azért sok minden... Na Lacikát, de most oké, okay, újra Lacika, kéne jó. Népesednünk, Anett. Igen. Itt van Gyuri, Lacika és én. Igen. És azt mondjuk, hogy Anett, figyelj, ez egy demokratikus társadalom lesz, népesednünk kéne. Igen. Hát nagy feladat... Beszéljük végig, milyen érvek szólnak például genetikailag a Lacika ellen? Hát ott sem. Ott abban a helyzetben semmi nem szól ellene. De Tudnád-e ezt simán társadalmi megbizatásnak venni az összefekvést? Az összefekvést. A jövőnk érdekében? Te leszel az ősanya. Igen, te leszel az ősanya. Végre egy pozíció. De hát fogalmam sincs egyébként. Valószínűleg átértékelnék mindent, és még az sem kizárt, hogy a cél érdekében, hogy ne halljunk igen, ki. Tehát nem, akkor így van, tehát nem, dolgokat. Tehát nem erőszak meg diktátum, hanem megbeszélés. Igen. Igen. Meg kell beszélnünk, Gyuri. Igen. Nagyon jó, én lemoderálom ezt a beszélgetést szívesen. De Vokcival fogunk erről beszélgetni. Újra érdekes lesz újra népesíteni a földet egy Armageddon után. Jó, jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanataim? De mennyire? A grillezés volt ez, Laci. Ó, igen, mert hogy grillezésben balfékek vagyunk mindannyian, ezt be kell látnunk, és nagyon sokan, akik azt mondják magukról, jaj, nagyon jól grillezek, hát azért ott is vannak hibák. Na, ezeket akartuk kiküszöbölni Vossal a Rozinával. Ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra ez... mi történt? Hát tojás, szendvics, mi van a torkomon? Na, mi ugrott vissza? Tojás, szendvics? Valamilyen nyúlós. Macis sajt. Nyisd ki a szádat, megmondjuk. Lehet, hogy a prosciuttónak az a fehérje része. Ez egy kis mackó sajt. Mackó sajtot. Na jó, 7 óra lesz 8 perc, ez a lényeg. Üzeni kedves Bocskor csapat, kérlek, köszöntsétek új hallgatótokat, Lucát. Utazunk a Balatonra, közben titeket hallgatunk, mondtam neki, hogy nagyon-nagyon jókat lehet rajtatok, illetve veletek nevetni, ezért aztán izgatottan várja a műsort. Köszönet, Balázs. Hát Luca még nem tudja, de jár neki ezért egy... Hájjá! Jó reggelt, beléd szerettem, ez van. Ez most a geszti dalra utal. Bizony. Ez most betalált, 24 éve vagyunk együtt a férjemmel, ő kikacsintott a házasságból, én meg megbocsátottam. Minden rendben. Erre most én őrültem meg teljesen, véletlenül, de belé szerettem. Ez van. Nagyon várom a dalt. Puszi. Hú, ez egy teljesen más sztori, de izgalmas sztori, aki tök jó lenne erről beszélgetni, nyilván nem fogsz, mert a férjed most nem tudja ezt. De a dal nem erről szól. A dalnak ez a refrénje, ez nyilván arról szól, hogy beléd szerettem, de éppen az egész dal arról szól, hogy mi most éppen szakítunk. Mi szakítunk, de ez olyan, legyen már olyan helyes ez a szakítás. Ugye? Valami ilyesmi, ez az évődés van benne. Igen. Sziasztok, érdeklődnék, hogy a YouTube élő közvetítéses dologgal hogy álltok? Várható, hogy újra elérhető lesz, vagy végleg elengedtétek? Köszi a választ, üdv az 57-es utas. Ezt azért olvastam fel, mert én is szeretném tudni. Én is szeretném tudni. Is. Igen, mi a helyzet ezzel, Laci? Te vagy a legközelebb a YouTube-hoz? Ugyanaz a helyzet, hogy nem tudnak még rámondani semmit, mert nem kaptak még választ. De kik nem kaptak hát választ? Akik kommunikálnak a YouTube-bal. De ennyit, azért nem akarok róla mondani semmit, mert minden mert hülyeségnek tűnik, amit mondok. Uh-huh. Hát, mondjál egyet. Egy. Tényleg hülyeségnek tűnik. Ezt lopom, ez egy jó diplomatikus. Azért nem szeretnék sem mondani semmit, mert hülyeségnek tűnik minden, amit mondok. Ezt használni fogom. Na jó. Laci rovata türelmesen vár, de te most boldog vagy. Én nagyon. Ami drága volt kollégánk Zsoc, képzeljétek el, hogy minden archívummal rendelkezik, ami a Boomerangban volt, és ő elküldte nekünk a Durán Durán 3 felvételét, ami akkor élőben szólt. És ugye mondtam, én nagyon rég hallottam, mondtam, hogy hú, úristen, hogyan énekel Simon Le Bon, egyébként egy vokalista csaj is ott volt velük, meg a gitáros. És itt van az egyik, ez a Save It Till the Morning After című dal. Ezt ott élőben énekeltek, hallgassuk meg, nem? Jó, tehát, hogy legyen ez egy ilyen kis visszatekintés, ha már egy hallgató eszünkbe juttatta. Tehát élőben akkor nem tudom hányban a Boomerang, illetve a Sláger Rádió stúdiójában ott volt a Duran Duran, és énekeltek. Save It Till the Morning After, ez a dal címe. Aztán utána beszélünk róla. On your window.
and where to go. Don't say a breath for me now. Save it till the morning after. No, don't say a breath for me now. Save it till the morning. Azt a szentség. 2006, azt mondja a Lacika. Ez csúcs volt. Ez milyen, gyerekek? Elképesztő. Szóval, igen, sok mindenki járt az előtt már a stúdiumban, aki énekelnek minden, és akkor azt mondjuk, hogy úristen, azért mégiscsak nem véletlenül Angliában és Amerikában született a popzene. Mert, és ezen a hallgatóktól is, basszus, ezt akkor élőben hallgattam. Aha. Laca Biáról. Sziasztok! Ez mekkora minden szőrszálon felállt Durán Durán, imádom ezt így reggeles srácok, nagyok vagytok, Zöldséges Zsolt. Király a Durán Durán, kirázott a hideg. Na, jó! Nem vagyok durános, de ez a dal instant libabőr. Az. Szátok meg, ez libabőr, mindig tudtam, hogy Simon zseniális, még a többit is Léci nagykozári fuvaros. Jó, a többit is le fogjuk játszani. Melyik az Astronaut, és még egy volt? Chains. Azt a unva mekkora. Na jó, ugyanígy érezzük. Zseniális volt. Nem baj, Laci, hogy elmaradt a rovatod? Hát én... Rohadtul nem. Akarsz-e énekelni? Simon Le Bon után? Nem, dehogy is, Istenem. Lenyűgöz, amikor egy énekes. Tudod, popzenéből olyan tömeg jön már. Igen. Napi szinten. És amikor azért kiderül számodra, hogy azért ezek nem hülye gyerekek, nem. Akik ott vannak, hanem baromi jó zenészek. Hát igen, én is ledöbbentem. Dumálgattunk, és akkor jött az első dal. És mondom, mi van? Mi? Ezt most élőben hallom? Tökéletesen énekelt, elképesztő volt. Elképesztő volt. Na jó, ennyit erről. Köszi a hallgatónknak, hogy emlékeztettél erre, és akkor a Zsocnak is persze, hogy átküldtek gyorsan ezt a felvételt. Jövünk vissza. Nyaralás előtt elgondolom sok mindenki, és ezért mi megmutatnánk nektek néhány applikációt. Igen, biztos, hogy le fogjátok tölteni azonnal, hogyha indulás előtt vagytok, mert nagyon hasznos mind. Ma meglátjuk. Szerintem vitatkozzunk ezen, hogy ezek az applikációk, amit egy német oldalon találtunk, amelyek szükségesek szerintük az utazáshoz, elengedhetetlenek. Ezek valóban azok-e? Van-e hasznuk, nincs-e hasznuk, és applikáció nélkül ezeket mi hogy oldjuk meg? Igen, de egyébként az ember külföldön nagyon sokszor tanácstalan egy helyzetben, és ha ott a telefonod, amihez nyúlni tudsz, az nagyon nagy segítség. Ez a Bocskor! 7 óra 13 perc, jó reggel, szevasztok, drága hallgatók, hello Laci. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel, Gyuri. Jó reggel, szevasztok. Szia, Anett, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Na, üzenetek. Hát igen, ez a zene, ének, nem ám a mostani tuc-tucok, ez nagyon jól szól. Üzeni buszos Gyuri, aztán könnyezem, gyönyörű ez a dal, plusz az, hogy megszólal a múlt, újra középiskolásnak érzem magam pár percre. Köszönöm, üdv, Vati, az első 6x nyertes. Szuper jól énekel a Pali, ritkán hallok ilyen minőségű élő éneklést, minden hang a helyén volt. Matykóba üzeni, és még egy, ez olyan szar volt, hogy a felénél átkapcsoltam a Dankóra inkább, asztalos Joci. Te jó ízlésű ember. De visszajött, hogy ezt megírja. Nem, ezt még szerintem onnan írja. Na mindegy is. Gyerekek. Vége van, gyere vissza. Nyaralás. Bocs, de ez lehet, hogy többször lesz téma, de mindenféle más megközelítésből, mert hát ugye itt a nyár, nem akarom a sablonos dumákat elmondani. Hát persze, ez a 30 fok, ez most már minket is erre hangol, egyszerűen nem tehetünk róla. Tehát, hogy... Meg nagyon sok embernek van terve. Olvastam egyébként, hál' Istennek, nem tudom a számot mondani, a magyarok egész magas százaléka megy nyaralni. Na. Tehát, hogy ami egy jó hír. Igen. Na jó, szóval külföldi nyaralásokról beszéljünk most, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de azért olykor ez fejtörést okoz, mit vigyünk magunkkal, hova menjünk ott, amikor már ott vagyunk, akkor hogy értetjük meg magunkat, ugye, jaj, de jó, beszélek angolul, ilyen konyha angol, de hát az mit érsz vele? Hát egy csomó helyen. Igen. Hogy jutsz el innen oda? Az oké, hogy meg akarom nézni azt a múzeumot, vagy ki akarok menni arra a strandra, de hogy fogok oda jutni? Hát az 12 kilométer. Amikor már ott vagyok. Amikor ott vagyok. Így van. És képzeljétek el, most találtuk egy ilyen összefoglalót egy német oldalon, hogy milyen applikációk léteznek, amelyek elengedhetetlenek utazáskor. Uh-huh. És nagyon-nagyon praktikus alkalmazásoknak tűnnek ezek. Nem is hallottunk még egyébként ezekről. És beszéljük szerintem azt meg, hogy melyeket használnánk, hogy applikáció nélkül ezt hogy oldottuk meg eddig. Gyuri, te például elhagyod az országot. Tudom, ez egy fájó dolog. Hát igen, az egy stresszes dolog, igen. Stresszes dolog. Akkor mi okoz neked a legnagyobb fejtörés? Most ne arra gondolj, hogy átvitelek a Párkányi, vagy a hídon a Párkányba ezt
Esztergomból. De ott biztonságban éreztem magam, azzal nem volt. Nem, mert fogtam a kezed. Ezért. Kínos volt, hogy kézen fogva ballaktunk át, de megnyugtatott. És tényleg csak az első kocsmáig mentünk, tehát nem mentünk egy méterrel se tovább. Így van, a cél is motivált. Igen, de más, tehát igazi külföldi út. Hát én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én már stresszelek az elején. Ott lekéssük-e a repülőt? Tudunk-e venni a duty free-ben kis rakétát, amit megiszunk a repülő előtt? Rendesen landol-e a repülő? Nem ez a külföldi kintlétnek a legnagyobb fejtörése. Igen. Tudok-e a duty free-be venni rakétát? Ez eddig még mindig történt Ferihegyen. Igen, ez még mindig itt volt Ferihegy. Mondtam, hogy sok stressz van ebben. De Gyuri, nem, amikor már külföldön vagy, a lábad ott van a külföldön rajta. Aha. Onnantól kezdve mi okoz neked? Landolás után tudok-e venni rakétát a repülőtéren? Szóval előtte nincs semmi, vagy te mindig olyan barátokkal mész, akik téged visznek, tehát hárman körbe fognak és elvisznek egészen mindenhová. Ez volt a koreográfia Barcelonában, és bevált, úgyhogy valószínűleg a továbbiakban is ennél maradok. Semmi fejtörés nem okoz. Tudom, hogy te Ausztráliában azért nem mész, mert ott gyilkos állatok vannak, és az életedre törnek. Igen. Igen, de voltál már Sri Lankán. Sri Lanka például nagyon barátságos, ott viszonylag kevés a veszélyes állat, a gekko a legijesztőbb. Tehát ott... Sri Lankán a gekko a legijesztőbb. Amivel találkoztam. Aha. És ott is az volt, hogy vitt minket az idegenvezető, meg minden. Tehát, hogy ott azért szeretem, ha valaki leveszi ezeket. Te terveket. Az a bamba turista vagy, akit lökjenek, a csoportja vigyen magával, a csoport hulláma ereje vigyen magával. Így van, és szervezzenek le nekem mindent. Igen. És kihozanodás legközelebb majd Ferihegyen, ha hazaértél. Már leszállás után lehetőleg, előtte semmiképp. Jó. Anett, te nagy utazó vagy. Igen. Neked okoz például gondot az, hogy mit vigyél magaddal, hogyan készülsz? Nekem mindig gondot okoz, hogy mit vigyek magammal, és pont azért, hogy számtalanszor hagytam már itthon bizonyos dolgokat, amire később szükségem lett volna, ezért mostanában már úgy csinálom, hogy listát írok, és akkor húzom ki. Előre napokkal. Pontosan, igen, és akkor utána, amikor pakolok, akkor oké, ez is megvan. Meg vannak olyan pakjaim, amiket kisebb gondok, például ilyen töltő, meg átalakító, meg ilyen dolgok, azok benne vannak egy nylon zacsiba, és azt mindig hallgatom. Az eleve mindig ott van, és akkor azt viszed magaddal. Igen. Például ez is nagyon jó, töltőt vinni magaddal, átalakítót vinni magaddal, Amerika, eleget. Egyesült Királyság. Bizony, az muszáj. Hát nálunk is mindig az, hogy nekünk azt hiszem van egy ilyen átalakítónk, és akkor kint meg megy a harc érte. Így van. Persze. Ezért én vettem egy ilyen elosztót, tehát van ilyen hármas vagy négyes dugajzatú elosztóm, tehát be az átalakítóba, és már egyből négy készüléket átadsz. Az is benne van a csomagomban. Ja, és azt ne felejtsem el, bár többször elmondtam, hogy egy dolgot tőled tanultam évekkel ezelőtt, hogy amikor én csomagolok, akkor a kis ilyen kerionomban kezded el 3-4 napra elegendő ruha van. Mm. Mert ha elvész a bőrön. Ha elvész a bőrön, és azt tőled tanultam. Na, szuper. Laci, London, mi okoz a legfőbb gondot London? Londonban? Most már semmi igazából, mert azért mi használunk applikációkat, de mondjuk régen Londonban közlekedni úgy, hogy volt egy metró térképet, tudod, ez a nagyon színes, igen. De nincs rajta semmi, mert fehér az alapja. Tehát az oké, hogy domborzatot szeretél volna? Ne, hülye vagy te egy városban. Nem tudom, mi legyen rajta? Mi? A Basti? Az utcák, te hülye. A Basti, Londonban. Hallod a nagy világutazót? Ilyen kihajthatót akartál? Van a Basti. Jó napot kívánok, itt vagyok a Trafalgáron. El akarok jutni a Bastihoz. Menjen ki a repülőtérre, Bocskor úr. Nem, hanem tudod azt, hogy van egy utca térképed, meg van egy ez a sematikus metró térképed, és akkor összenézni, hogy a Paddingtonnál, várjál, ez melyik utca? És nézd a másik, hogy a Paddingtonnál szállsz föl. Kihajtható, mint a mesekönyv, az a sokkal jobban járnál, azt látnád térben. Hát ez pici kihajtható, nem tudom, és mondjuk ez applikációval most már remekül meg lehet oldani. Tehát jó. Ez a tólig. Nézzük ezeket az applikációkat, és nézzük meg, hogy tudnánk ezekkel mit kezdeni. Itt van például az elsők, PECR, vagy PECR, vagy a PECTIO. Ezek olyan appok, képzeljétek el, hogy a bepakoláshoz nyújt segítséget, de nem akárhogy. Meg kell adnod az appban azt, hogy mi az úti célod, az érkezés és a távozás időpontja, azt, hogy milyen aktivitásokon szeretnél részt venni, tehát, hogy ha te mondjuk gyalogtúrázó vagy, akkor van, akkor ha te búvár vagy, akkor arra, ha te golfozni szeretnél, akkor ide a koncertre járni, de. És ezeket mind beadod, és ezen információk tudatában csinál neked egy listát. Jó, hát hogyha már ezt ezzel kell megcsinálni a bepakolást, akkor régen baj van szerintem. Azért egy pár dolgot végig tudsz gondolni, hogy mire van szükséged egy nyaraláson, és akkor ott bepakolod. Fogkefe, tusfürdő, papucs, törölköző, Gyuri, póló. Gyuri. Uh-huh. Gyuri. Na.
Semmi, hát lehet így papucsosan bejárni a félvilágot, de nem érdemes. Tehát, hogy, erre műfajok épültek, hogy ez így működik. Persze, tudom, csak hidd el, hogy vannak ennél, hogy is mondjam, kifinomultabb turisták, mint aha, te. Jó? Jó, akkor tegyük fel, Gyuri, egy hétre elutazol Egyiptomba. Sose voltál? Oké. Okay. Sose voltál. Oké. Okay. És mit szeretné néha edzőterembe lejárni, és valamilyen ilyen beduin fesztiválra elmenni? Két dolog, ami a nyaraláson mozgat, igen. Ezért akartam ezt aha, neked így összerakni. Köszönöm. Ezt a... Jó. Mit pakolsz? Hát biztos, hogy edzősortot, ami egyben fürdőgatyáként is tud funkcionálni. Ugye? Tehát ugyanaz, oké. Okay. Igen, pár pólót, egy papucsot, egy sportcipőt, ha már fesztiválra megyünk. De valamilyen kis fesztiválhátizsákot, nedves törlőkendőt, az nagyon fontos. Mm. Jó. Naptejet, napszemüveget. Tehát te ennyi. Csak az edzőteremre és a fesztiválra koncentráltál. Nem koncentráltál arra, hogy hova mész. Egyiptom. Fürdőgatya, ezért viszem. Mi híres Egyiptom? Miről híres Egyiptom? Fáraókról. És ha eszel? Hasmenésről. Nagyon jó. Fáraók és hasmenés. Ez a kettő, amiről híres. Igen. Igen, na mit viszel magaddal? Hát akkor valamit hasmenés ellen, mert a fáraókra nem viszek semmit. Látod, hogy már ő az applikáció már nyomná neked, hogy hasmenés, fáraók. A hasmenés országában mész. Ja, pontosan. Home of the hasmenés. Abszolút. Anett, ugyanez a helyzet, csak szoptatós anya vagy. Egyiptom, és edzeni is szeretnél, és a nagy-nagy Beduin Rockstar Fesztiválra elmenni. Lesz jó. Hasmenés. Akkor, mit pakolsz? Akkor én színtablettát. A első kezdő. A gyereket nem viszem magammal, ugye? Hát tehát... szoptatós anya vagy, de. Ja, hát azt vagy, hogy lefejem. Vagy lefejed Egyiptomban, és DHL-el hazaküldöd a tejet? Nem, vagy tápszerre átállítom előtte egy hónapban. De csöpök a cickó a Beduin Fesztiválon. Jó, de betétes melltartom. De hát mondd, hogy mit viszel? Jó, viszek egy betétes melltartom. Szén tabletta, eddig így tartunk, ez a kettő. Fekete lesz a tej. Oké. Jézus. Akkor viszem a babát, de akkor vinnem kell. Viszem a babát! Checklist. Akkor viszek egy segítséget, aki a babával van. És a csomagban lesz ő is? Nem, ő mellettem, de nyilván azért be kell szerveznem. Jó, akkor ezeket viszem. Akkor, de akkor is le kell fejnem a tejet, mert hogyha esetleg Gyurival összefutok ezen a fesztiválon, akkor valószínűleg... Ne kever bele tejet ügyedbe. Nem, de nyilván nem fogyaszthatok alkoholt. Ja, jó. És hogyha veled összefutok, akkor jó, hogyha van tartalék, akkor meg fogsz. Nyilván viszek akkor tápszert, viszek fürdőruhát, hogyha kijutnék, naptejet, leégés utáni krémet is viszek napszemüveget, néhány jó cuccot a fesztiválra, mert rég volt rajtam, hiszen eddig otthon voltam a babával, és... Oké. Okay. Jó, nagyjából rendben van. Van újabb, egy másik applikáció, utazás tervező applikáció, ez 12 000 városról kapsz információt ebben, és az egész utazásodat előre meg tudod tervezni. De itt költségeket tudsz tervezni, repjegyeket nézni, szállásokat, látnivalókat, jegyzeteket tudsz készíteni, mindig városra de specifikusan. Jó. Van egy ilyen applikáció. Na. Hát ez csak azoknak kell, akik ilyen szandázokniban, na, vízével, fényképezőgéppel a nyakukban mászkálnak, nem? Ettől lesz olyan a nyaralásod, hogy gyerünk, az apa véghajtja az egész családot. Szörnyi. Hogy nem, most már be kell, azt a képet már ne nézd meg, mert megyünk tovább, és... Ez nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz. A ti nyaralásotok, akik nem terveztek meg semmit. Igen, parancsolj. Egy csomó minden kimarad. Ez a cél. Hogy csak egy csomó minden legyen, ami jó, és egy csomó minden kimaradjon. Viszont ami megtörténik, az meg nagyon jó. Jó, de várjál, én például tervezős vagyok, nem az, hogy minden szobornál meg kell állni, de tervezős vagyok. Én most már tervezek például a lányommal és a barátnőivel, elutazunk Toszkánába, és akkor ott ilyen csillagtúra-szerűen, hova szeretnék, én azt ki fogom előre találni, hogy melyik városban, melyik nap megyünk, most nem az, hogy megyünk-e múzeumban, nem megyünk múzeumba, de hogy ez azért meg lesz tervezve. És már így nyomozod előre, nézegetsz, olvasgatsz, hogy milyen romokat abszolút szeretnél látni, milyen szántóföldeket, meg fákat. Romokat, szántóföldeket, fákat. Ezt. És be tudod adni az applikációba, és neked bing, itt egy fa, és akkor kiszállok a taxiból. Egy fotó a fával. Hopp, egy szántóföld, megállítom a buszt. Tehát, hogy igen. Jó, hát ez ezeket az élményeket, mert ugye naplózási lehetőséged is van, fotókat készítsz, képzeled, ez az applikáció a végén
összefoglalja, ha akarod, neked ezt egy könyvben. Wow. Az utazásodat utólag. De helyes. Ez nagyon jó. Kicsit sokat innen a nyaralás alatt, akkor vissza tudod olvasni, hogy jé, ott is voltunk. Igen. Anett, eddig hogy csináltál az útvonal tervezést? Mondjuk Olaszországban vagy. Mondjuk Olaszországban én ugye előre, hogy megnézem, hogy ilyen blogokat szoktam olvasni, akik már jártak ott, hogy mit ajánlanak. De hogy tervezed az útvonalaidat? Az útvonalaimat azt általában mindig megnézem mondjuk a neten egy ilyen Olaszország térképet, és akkor oké, Róma, Nápoly. És honnan tudod meg, hogy Róma és Nápoly között mekkora a távolság? Ja, hogyha nincsen, tehát nincsen telefon, nincsen applikációm. Igen. Hát figyelj, akkor nézek egy Európa térképet, megnézem, hogy például Budapest és Kecskemét között, mert azt tudom, hogy egy óra alatt. És akkor azt felszorzod? Tehát egy vonalzóval. Nem, csinálja, az ujjával, az két ujjával így azt a távolságot ráméri Róma. Nagy felfedező lennél te. De látod, megoldja. Igen. Na jó, Gyuri, neked ugye helyi nevezetiségekről ilyesmiről info nem kell. Nem igazán. Nem mondom, hogy nem érdekel, de amit a helyiektől félfülel hallok dolgokról, az nekem pont helyiektől. Nem is érted őket. Hát persze, jó, akkor nézzük meg a helyiekkel, a Gyuri nem tudja megértetni magát. Nézzük Barcelonában, te hogyan kommunikálnál a helyiekkel, hogyha haverjaidat elveszted? Tehát, ugye itt van például, rengeteg ilyen fordító applikáció van, nem tudom, hogy melyikötök próbált már. Én még hallottam csak róla, de még nem kellett, hogy próbáljam. Nem tudom, te próbáltad? Ó, én voltam Spanyolországban, kellett lázcsillapítót vennem, bementem a patikába, és úgy nem azt csináltam, hogy felmondtam, és akkor az applikáció elmondta a patikusnak, hanem megtanultam a bejáratnál kívülről. De jó. Tehát elmondtam, hogy kérek egy lázcsillapítót, és akkor ezt elmondtam, hogy megtanultam, és gyorsan, hogy el ne felejtsem, mondtam magam, ami sorra kerültem, és ezt bemondtam így az ablaküvegen keresztül, és akkor kérdezte, hogy fuerte. Azt tudtam, hogy az azt jelenti, hogy erős. Mondom, fuerte. Very fuerte. Very fuerte. Ez, de volt olyan, jó, fel kellett töltetnem az autómnak a klímáját, és ott nagyon-nagyon, tehát ott elővettem ezt, belebeszéltem, és a csávó elé tartottam, mert volt egy csomó keresztkérdés. Én összebújtatok ilyen romantikusan a telefon felett? Így, igen. De ez mondjuk tényleg megnyugtató, ez egy baromi hasznos dolog, mert ez úgy támogat egy kicsit lelkileg, hogy bármi történik, azért meg fogod értetni magad a helyiekkel, akkor ha ők nem beszélnek nyolyan nyelveket. Ez hasznos, tehát ezt letöltjük. Igen, ez nagyon hasznos, letöltjük, de mondjuk mi van akkor, például én most, amikor januárban voltam Puerto Ricóban, az ugye, tehát ott nem tudtam roamingot használni, mert tehát ráment volna a gatyám. Így van. És konkrétan, amikor leégtem, ott nem igazán beszéltek, bár azt mondták, hogy mindenki beszél angolul, de mindenki spanyolul beszélt, amit én viszont nem értettem. És akkor bementem a boltba, mert le volt égve a vállam. És én bizony, amikor, hát mondom, akkor leégés utáni naptej. Igen, igen. Na, ezt hogy választottad ki? Hát én ugye ikonokat kerestem, tehát, hogy amik rá voltak rajzolva napocska, akkor tudtam, hogy jó helyen vagyok. Tehát, ha nap, akkor már itt valami, tehát rossz választásom nem lesz. Bronzolaj. Bronzolaj, ami felerősíti a napsugarakat, igen. Tehát, hogy én aztán ezt néztem, meg nyilván néztem az embereket, hogy mondjuk mi az, amit sokat vesznek. Tehát... De nincsenek leégett puertorikóiak. Nincsen. Hát a rumot vettek sokat ott, akkor ez De jó, de én is például ott vagyok Spanyolországban, és ott vagyok a borok előtt, és nem tudom, hogy melyiket válasszam. A legdrágábbat. Az is egy megoldás, de azért, ha sokat akarok, azért mégiscsak az olcsóbbak felé. De ugye van olyan, hogy lefordítja, rárakod a kamerát, a telefonon, és lefordítja egyből, hogy mi van rajta. Fuerte. Mi ebben mindig abszolút a helyiekre hagyatkozunk. Tehát, hogy amit a helyiek fogyasztanak, azt szeretnénk mi is. És akkor az... Te tényleg egy ilyen bamba ember lehetsz ott Barcelona, hogy lögdösnek ide-oda, amelyik bárba belöknek, te ott vagy, ha csak tessékelnek, kilöknek, mész tovább. Ezt tudod, milyen jó? Ez hihetetlen. Transfer app. Na ezt figyeljétek. Hányszor okozott az fejtörést, hogy jutok be mondjuk a reptérről oda, vagy a szállodából a reptérre, vagy A-ból B-be egy városon belül. Hívjunk taxit. Budapesten olyan egyértelmű, hívunk taxit telefonon. Meg tudunk pár számot, meg már applikációk is vannak itthon. És az a Get Transfer app, ez taxit, transfereket, ilyeneket tud foglalni bármelyik városban. Jó, hogy hívtok taxit külföldön, ha kell? Én Ubert használok igazából, ezt az applikációt. Laci, te Lutonból hogy jutsz be Londonba? Vonattal. Egészen a Bastille-ig? Az, igen, TGV úgy hívják. Van ticket to Bastille, please. Csalagúton keresztül. Nekem például gondot okozott, Benidormban voltam, és egy ilyen 12 kilométerre kellett elmennem, volt asztalfoglalásom egy étterembe, és este volt. Hogy jutok el oda? Tömegközlekedés nem volt olyan, mondom, taxit akarok rendelni, és nem tudtam, hogy.
és az Uber nem működött, mert ott Benidormban nincs Uber, aha, Madridban van, Benidormban nincs Uber, és akkor egy spanyol ismerősöm küldött át, hogy milyen applikációt töltsek le, és olyan, mint a Bolt, vagy a nem tudom mi, a Birdy, és akkor ott tudtam, ilyen beírtam dolgokat, és akkor megjelent a taxi. De ezt nem tudtam volna, hogyha nincs egy ilyen applikációm. Aha. Hát igen, nem tudsz helyi telefon, hát maximum a Google-be mész be, ennyi. Azt tudod. Igen. Na jó. Gyerekek, oké, a Bort megbeszéltük. Például volt-e olyan, hogy valamit választottatok az étlapról, de nem értettétek? Sajnos megint csak történt velem ilyen. Na mesélj! Még vagy 20 évvel ezelőtt voltunk Párizsban, és képzeljétek el, hogy egy ilyen nagyon jó kis étterembe bementünk, csak hát egy baj volt, hogy azon az étlapon csak franciául volt minden írva. Igen, ezt is bírom a franciákban. Igen, és akkor tettünk, vettünk, gondolkodtunk, hát nem tudtuk beazonosítani egyik ételt sem, tehát mert tényleg olyan neveik voltak, és akkor úgy döntöttünk, hogy na jó, akkor az a legegyszerűbb, hogyha ha tényleg a séf ajánlatát kérjük, azzal nem fogunk mellélőni. Hát ez végülis ő ajánlja, ő csinálja, tehát biztos, hogy jó. Igen, nem csak nem gondoltuk, hogy például a séf ajánlata az két tükörtojás lesz, meg egy csomó ilyen büdös sajt. Bocs, franciák, igen. Igen, erre van esély. Egy csomó büdös sajt, meg két tükörtojás aranyáron. És megettétek, vagy mi? Hát nézd, én a tükörtojást eleve nem szeretem, főleg ha folyik, mert én úgy érzem, hogy komolyan az ránézek, és nem azt mondom, hogy rettegek. Most a tükörtojástól lépjünk el, tehát, hogy megettétek? Hát a büdös tojást én nem, viszont akivel voltam, az megette, mert mondta, hogy... Vagy a büdös sajtot. Micsoda gasztrómia lehetett, ott eleve a séf ajánlata a tükörtojás, és a feldarabolt sajt volt. A sampányt azt fölismertétek. Én igazából nem ettem meg, csak megkóstoltam, de akivel voltam, az mindent megevett, de utána megbeszéltük, hogy jó lesz nekünk a gyors étterem innentől kezdve. Nekem egyébként Hongkongban volt, én több olyan étteremben voltam, és nem tudtam mi az, és így ettem véletlenül medúzát, ezt amikor hazaértem Magyarországra, akkor tudtam meg, hogy ez medúza volt, mert lefordítottam. Akkor láttam újra. És valamikor képről választottam, az jó volt, az tényleg kacsa volt, mely kacsát láttam. Hát, és... Igen. De van egy olyan, hogy Journey blog applikáció, és ez rögzíti az útvonalat, a fotókat, a jegyzeteket, mindent, amit készítesz, és más készülékekkel is szinkronizál. Uh-huh. Gyuri, te például készítesz-e utazási naplót? Nem. Nem. Én a fejemben gondolok vissza mindenre. Jó, akkor tegyük fel, készítesz utazási naplót. Barcelona három nap, az volt az utolsó merész utad, igen, ugye? Igen. Jó, és naponta, amikor visszaérsz a szállodába és lefeksz az ágyadra, akkor kell egy aznapról egy blogot felmondanod. Aha. Jó? És kezd el, első nap Barcelona, első nap kedves naplóm, az első napon Barcelonában, és két mondatot mondjál. Első napon Barcelonában egy kicsit stresszes volt, de láttam egy szép sétáló utcát és lányokat. Kedves napló, második napon Barcelonában. Második napon Barcelonában egy kicsit lazább volt. Láttam megint a sétánt és szép lányokat. Láttam a tengerpartot és szép lányokat. Kedves naplóm, kedves utolsó, naplóm. Harmadik napon Barcelonában. Kicsit elcsúsztunk, de legalább láttam szép lányokat. Hogy néznek ki a fotóalbumot? Hogy ez Na jó, hasznosak ezek, vagy nem? Nagyon hasznosak. Nem, az applikációk. Igen. Ja, ugye, hogy a többségében igen. Jó. A GetTransfer nagyon jónak hangzik. Igen. A fordító most már alap. Uh-huh. Hasznos. Tényleg kézírást is felismer. És szerintem az se rossz, ami megtervezi neked úgy az érdeklődési körödnek megfelelően az útvonalat. Meg ez a boros címke befotózó, ez nagyon jó, amit mondtál. A boros címke befotózó. Megjegyzem. Na, kérdezzük meg a hallgatóinkat, biztos volt nektek is ilyen, amikor azt érezted külföldön, hogy hú, de jó lett volna egy segítő applikáció. Ez bármelyik évben lehetett. Bármelyik, mert hogy rémálom lett az utazás enélkül. Igen. Vagy mert otthon maradt valami, vagy nem tudtad megértetni magad ott külföldön, uh-huh. Nem tudom hol, átvertek, eltévedtél, tehát minden sztori érdekel, amikor jól jött volna egy applikáció 0620 22 22 122. Ez a Bocskor! 3-8 elmúlt egy perccel. Na, van egy pár kaland külföldről. Gyuri, nem vagy egyedül. Na nézzük. Gyuri,
a legnagyobb fáraó és hasmenés, kész vagyok, sziasztok, Gosi Tibi. Ez de a jelszavad. Egyiptom, hát nem? Hát igen, igen, de én hívtam fel a figyelmet a fáraó melletti egyiptomi tevékenységre. Ezt tőled tanultam, igen. Nekünk 10 nap Mexikóra elég volt egy kabin bag bőrönd, Egyiptomban 4 napra egy kisméretű kézitáska, és minden megvolt. Ja, és Egyiptomban a hasmenése csak a helyi gyógyszer, a segítség. Sziasztok, Laci. Amit én is megtanultam Egyiptomban, tehát bármilyen, akár immódiumot, vagy széntabletet, vagy bármit viszel, semmi nem használ. Ott van egy Antinál nevezetű gyógyszer, jól emlékszem. Úgy érjeztem meg, hogy Antinál van a gyógyszer. Antinál. És, Anti! Laci, értjük mindannyian. És... Okay. És az működött. Aha. Tényleg, és azt ott a helyi patikákban ki lehet váltani. Jó, jó reggel, a hugomék tervezték meg az utat, olyan strandon találkoztunk, ahol van szoptatós szoba. Zárva volt. Fél napjuk azzal ment el, hogy reklamáljanak, mert a gyereket nem tudták megetetni. Szép napot, Robi. Legények. Hát látjátok, a net taktikusabb lenne, igen. Hát ilyenkor nem lehet egy törőközvelet akarni, aztán kész, csinálják. Persze. Gyurival egy repülőn utaztam Barcelonába, a reptére reggel 4x4 centiliteres alkoholok között csemegésztek. Így volt, ott válogattam a bocsinak a szuvenért. Én is ott voltam, igen. Igen. És nagyon-nagyon jó étvágyal megittam más Spanyolországban, amire elvittem magammal a kis szuvenért. Nagyon jól esett, hogy örültél neki, és megleptelek vele, igen. Jó, szép, magamnak is vettem. Szép napos, srácok, én taxizom. A reggeli kimenős repterem közben, akik egyébként egyiptomiak voltak, a szoptatós melltartónál sírva nevettem. Ja, hogy ez most történt. Megkérdezték, jól vagyok-e. Get Transfer munkavállalói részéről tudnék mesélni, nem biztos, hogy megéri használni, jó a műsor. Jó, hát ezt most nem tudjuk kielemezni. Körülbelül 15 éve történt, Horvátországban voltunk kint, és a társaságból az egyik srácnak aranyér kenőcsre volt szüksége. Bementük a patikába, gondolhatjátok, hogy mi mindent mutatunk, mire a patikusnak felcsillant a szeme, és hangosan felkiáltott. Á, picskuk rému. Biztos? Nem. Jó. Horvátul nem lehet. Nem, szerintem sem. Laci, te jársz Horvátországban. Ez valamelyik hazai megyénkben lehetett, egy jó poén, valami kocsmában. Ez szerintem. Valami jó poén, igen. Laosz, nincs net, és ahhoz is egy passz kell a nyakadba, hogy sétálhass a városban, közölték, hogyha elhagyom a hotelt és elkeveredek, nézzem az utcatáblákat. Na, elkeveredtem, néztem az utcatáblát. A baj csak az volt, hogy az írás jeleik nem az európai szemnek valók. Kalandos lett a cigi vásárlás, annyi szent, bár lett volna valami app, ami értelmezi, amit látok. Üzeni Bandi? Mm. Ugye? Vicces hallgatni a napló bejegyzéseiteket. Mi fél évvel korábban elkezdtük a New York-i 8 napunk tervezését. Gyalog bejártuk fél Queens-t és Manhattant, minden ingyen helyet meglátogattunk, 2 darab egyhetes metrókárdal és egy Airbnb-s emeleti szállással, sípuló kockakő. Szép, hát ez szalon. Hasznos app Izlandon, sarki fény előrejelző. Oh. Szerencsére megtaláltuk, mikor hasznos volt még. Sarki fény előrejelző, tök jó. 2000-ben Horvátországban nyaraltunk, odafelé vezető úton óránként megálltam, mert nagyon ment a hasam. Egy faluban találtam végre egy gyógyszertárat, ahol nem értett senki angolul, ezért activitiztem a hasmenést. Ó. Oh. Az egyik vevő rácsapott a fejére és rájött. A gyógyszerésztől kaptam egy tablettát, ami egy földcsuszamlást is megfogott volna. 2 napig nem mentem WC-re, üzeni Halics Péter. Na, akkor jól alakult. Azért horvátok mit gondolhatnak rólunk, hogy ezek szerint a gyógyszertárban tömegesen aktivitíznek a magyarok? Igen, hasmenés és aranyér. Igen, ez és megkoromázni, hogy arra jött rá a másik ott a gyógyszertárban, ami tényleg a bajod volt, nem random kaptál egy gyógyszert, az lesz, ami lesz. Igen. Na jó, van egy közlekedésünk, 52-es, és az M5-ös lehajtóján egy műszaki hibás kamion foglalja el a kihajtót, az 52-t, és az 52-est. Köszönöm szépen. Egyébként két balesetről is tudok én. Egy 2 személyautó ütközött az M0-áson a déli szektorban, ami a Hárosi Dunahídnál az M1-es autópálya irányába van. Ott egyébként a 15-ös kilométernél lezárták a külső sávot, és van egy az M3-ason is Vásárosnamény felé. Ott Mogyoród környékén ütközött szintén 2 autó, és már ugyan levitték az útról a sérült járműveket, de még sajnálkoznak. De több kilométeres a dugó. Köszönjük szépen, Anett, óriási vagy. Jó, jövünk egy Hungary Machine-nal, na? Meg egy 30 000 forint értékű voucherrel a sopéria.hu-ban, ami egy online drogéria. Tudjátok, a Google által picit megforgatott dalszöveget kéne megfejteni, vagy előadó, vagy a dal címe, ez kell nekünk. Hívjatok 0620-22-22-122. Indul! Indul a Hungary Machine. Na jó, vannak még itt gondok nyelvileg, 8 óra lesz, 6 perc, szóval Tonyó azt mondja, Főni, nekem most mustárt kellene szereznem gyorsan a bécsi virslimhez, szlovákul. Mit edánke?
De a mustár az nemzetközi, szerintem. Nem, meg most különböző oldalikokkal kell látni, mustárró, meg ilyenek. Igen. Megoldott. Valaki azt mondja, hogy a picsku krémut megnézte, a Google fordító szerint unci krém horvátul. Na. Oké. Okay. Hú, drágáim, lesz még ilyen akusztik csemege? Nagyon megérintett. Ráadásul én is 2006-ban szerepeltem először a Boomerangban, Üspöpi a hentes. Ha akarjátok, még van ebből a Durán Durán, ez három dal volt, tudunk még mutatni. Hallgassunk. Sziasztok, közlekedés M1-esen. Pest felé a 33-as kőtől egybefüggő kocsisor halad, egyre lassabban, azokát nem láttam. Celtic, valamint aranyér horvátul Hemoridi Pierre. Te hogy jön oda a Pierre? Adjuk már! Ezt adjuk már! Hemoridit még elhiszem. Igen. Mert az ismerős. De miért Pierre? Ez olyan, mint egy rossz művész név. Vagy lehet, hogy az... igen. Vagy lehet, hogy az aranyeret Pierre okozta. Lehet, ez egy szivatás. Bemész Horvátországba, ezt nem mondod. Hemoridi Pierre. És mondják, hogy ó, sáde, sáde. Na jó. Danival játszunk. Szia, Dani! Jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Dani, milyen nyelven beszélsz? Hát angolul, meg németül tanultam, de inkább már csak írásba erős. Az ilyen gyengébb. Jó, de ezzel már el vagy nagyjából Európában legalábbis. Jó. Oké, okay, Dani, kezdjük el, mutatjuk neked ezt a dalszöveget, figyelj! Hátlapátolja part felé még párat, ha az univerzum háttal van neked, és ha utad egyszer véget ér. Ne felejtsd el, hogy honnan érkeztél. Na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, na-na, na-na-na. Darabra meg volt. A na-na-na. Na. Hoha. Vagy dalcím... Igen, de az előadó is jó. Magna cum laudere. Igen! Evezz a part felé még párat, ha a világ fordít neked hátat. S ha utat egyszer a végéhez ír, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Na-na-na segített. Na-na-na segített, jó. Oké, na, hát dupla nyeremény, az egyik ez. Gratulálunk! A nyereményed egy 30 000 forint értékű voucher a shopéria.hu online drogéria felajánlásával. Ó, nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon szuper. Nagyon szívesen, és a másik nyeremény pedig a Bocsi Zacsi a 6X-es baseball sapkával, meg a Bocsis bögrével. Ó, nagyon szuper, nagyon örülök annak is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen, Dani, hívunk majd a címedért. Köszönjük. Rendben, köszi, szép napot nektek. Neked is, szia-szia. Köszi, sziasztok. Szia. Na, a szlovák megoldás, Horčica a mustár szlovákul. Aztán prosim Horčicu, így kell kérni. Prosim si Horčicu, mustár szlovákul. Horčica a mustár szlovákul. Aha, jó, Horčica. Nem gondoltam volna, hogy... valamit. Jó, mi van még? 15 éves lányommal voltam síelni Ausztriában, már a pályán voltunk, mire közölte, hogy a szálláson hagyta a női dolgait. El kellett magyaráznom a hüttében németül, hogy szüksége lenne tamponra. A kulcs szó az volt, hogy Mädchen Problem plusz mutogatás. Igen. Igen, ez mondjuk univerzális, kizárás alapon. De osztrák pincér lennél, és valaki odaáll eléd, és azt mondja, hogy Mädchen Problem, és mutogat lefelé. Hívom a rendőrséget. Helyes. Itt nem jutottam Mädchen Problem dolgaidat. Helyes, nagyon helyes. Na jó, gyerekek, jövünk vissza Geszti Péterrel. Utoljára egy hete találkoztunk, és ő ott volt ugye a Bocskor 6X-en, és annyira helyes volt ez a köszöntője, zenébe foglalta, és nem az én Bocskorom, az én kedvesemre átírva. Én a második sorban ültem, és én felvettem videóra, amikor kérte a Péter, hogy akkor most énekeljük együtt, hogy az én Bocskorom. Képzeljétek el a videón, csak azt hallatszik, hogy az én farshangom, az én Bocskorom. Amikor visszanézted, kínos volt, mi? Nem küldöd, nem küldöd el? De akkor kitesszük. Na, akkor még nem is sejtettem, szoktak így kezdeni regényeket, nem? Bizony. Akkor még nem is sejtettem, hogy Péterrel egy hét alatt találkozunk, mert hogy ő egyébként kiadott egy új dalt, tehát most nyilvánvalóan ismerjük a repertoárját, gondolom mindenki kívülről, de kiadott egy új dalt, neki amúgy jövőre lesz majd januárban a 60 nevű
koncertje, előadása, mert ugye ő is betöltötte a 60-at idén, de ebből a dalból most mutatnék egy kis refrén részletet, mert nem kell meginokolnom, miért mutatom és kész. Tényleg, ne legyen már ez így, gyerekek. Miért kell mindent megmagyaráznom nektek? Nem, amiért különleges az, hogy Péterfi Borival énekelte közösen. Eddig ugye azt gondolná az ember, hogy ó, hát ez egy szerelmes dal lesz, és milyen jó, hiszen mindannyian éreztük már ezt az érzést, és teljesen bele tudunk ebbe a hangulatba kerülni. De van egy jó pár csavar ebben a dalban. De mennyi? Ettől olyan szerintem egyébként, mint egy igazi szerelem. Így van. Na jó, erről is, meg mindenről beszélgetünk itt élőben a stúdióban a hírek után. Geszti Péterre! 8 óra 12 perc, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, hello Laci! Hello, bocsi, jó reggelt! Szia, Gyuri! Jó reggelt, szevasztok! Anett, édesem! Jó reggelt! Jó reggelt! És van az a vendég, amely nem várja meg, nem, míg felkonferálom, és beleröfög. Van az a vendég, ez nem aki... röfögés volt, hanem nevetés. Nem, most a röfögökről beszélek. Valaki bele liheg. Nem lihegés? Nem, ez, nálam ez a nevetés. És valaki összeneveti. Szóval, Geszti Péter a stúdióban. Szia Péter, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Az a helyzet, hogy hallgatva ezt a hatalmas, hosszú szignált, rögtön úgy érzem magam, mint egy musicalben, amikor az ember bejön, hogy a bocskor! És bejön, oké? Ez fantasztikus. Ez a célja. Hú, de jó pólód van. Na, ami Péterünk itt van, és együtt ünnepelt velünk egy hete ugye a Bocskor 6X-ben, és hát milyen megható volt, Anett, ugye, amikor az Igen. Én bocskoromat kellett énekelned az ő parancsára, akkor azért... Nekem könyvbe lábadt a szemem, és utána is, amikor visszahallgattam azt a videót, hogy én rontottam el. Jó, hogy elszúrtad. Hát egy bonyolult szöveg volt, azt kell énekelni, az én bocskorom, az én bocskorom. Igen, csak a hangommal. És ehhez mit énekeltél? Ezt énekeltem, hogy az én bocskorom, csak én meg voltam róla győződve, hogy ó, hát ez milyen tiszta ez a hang, ami kijön az én számom. Igen, ezt sokan gondolják az X-faktorban is az első válogatón. Na, szóval 6X. A mi Péterünk is idén lett 60, sőt, most májusban. Hanyadikán? 9-én. Május 9-én lett 60, és neki is lesz egy 60-e, teljesen függetlenül egyébként. Igen, a januárban. Viszont az januárban lesz. Igen, és a közös promóterünk volt, és vele egyeztettük azt, hogy mi legyen az én koncertem cím, hogy ne ugyanaz legyen, mint a tiéd. Ja, ő már tudta a miénket. Igen, de most ez komolyan mondta. Aha, tehát, hogy nem mondta, tudtam. Hogy jó, a 6X nálad, jó, akkor nekem lehet 60. Mondtam, jó. Ennyi volt? Ezt nem te találtad ki, hogy Geszti 60? Dehogy nem, én találtam ki, de voltak más. Először az volt, hogy Geszti 6, van. És akkor azt gondoltam, hogy 6 avatárral fogok kijönni, és ez a Mézga avatár lent volna az egyik. És aztán ezt megbeszéltük a promoter javaslatára, Szabó Andrés mondta, hogy inkább legyen Geszti 60. Mondta, akkor legyen az, ha jobban tetszik, akkor legyen az. Na jó, majd meglátjuk ott, mi közönségként leszünk-e ott, vagy valamit. Na jó, hát figyelj, hogy néztem, hogy basszusgitározol, nem tudom, tehát ezt majd megbeszéljük. Nem is láttad, hogy basszusgitározol. De tudom, hogy basszusgitározol. Nagyon jól basszusgitározol. Akkor még lehet. Figyelj, játszhatunk Republikot, és nem probléma, benne van rap, az benne van, az nem probléma. Jöhet. Én mindig azt nézem, hogy kb. Negyed óránk van még beszélgetni, és hány ilyen szójátékkal fogod elrontani az időt. Szójáték nem volt. Na, ami Péterünk. Szóval, mi akkor nem tudtuk egyébként, hogy Péternek egy új dala van, és nem is csinálta azt, hogy akkor jövök el a 6X-re, ha lejátszod az új dalt, mert a zsarolásnak vettem volna, és akkor nem lett volna semmi. Nem magadból indulj ki erre, ezt a mondani. Na, szóval a lényeg az, hogy ugye Péterfi Borival csináltatok egy dalt. Ez egy dal sok dal közül, vagy ez most egy dal és kész? Ez most egyelőre egy dal és kész, és ez úgy született meg, hogy még tavaly előtt készült egy nagyon jó pofa dal Kozma Orsinak, akivel a jazz meg uh-huh. működtem együtt. Egy Bartalos Jenő nevű srác megkeresett, akit sose ismertem korábban, remek zeneszerző, és most ő küldött egy másik dalt egy fél évvel ezelőtt, és ez nekem iszonyatosan megtetszett ez a dal, és mondtam, legyen ebből egy duett, és akkor keresjük meg hozzá, hogy ki az, akivel hát úgy jól állna egy klipbe szerepelni, és vizuálisan kerestél rá partnert. Hát stílusban is, meg korosztályban
korábban is. Tehát mondjuk, nem tudom, emlékszel, hogy mi már 60 évesek vagyunk, és tehát nem mindegy, hogy hány éves hölgy áll mellénk, mert hogyha nagyon fiatal, akkor azt gondolhatják, hogy a lányunk. Tehát, hogy azért inkább óvatosan kell bánni. Jó, szerintem hallgassuk meg először a dalt, és utána beszéljünk róla, jó? Rendben. Tehát ez elindul, egy ilyen, nekem ilyen bosszanovásan indul, és aztán, mint hogyha egy dobos a MÁV vonat kattogását utánozná, de összeáll az egész, és nagyon kíváncsi vagyok, azért nem akarok róla semmit sem mondani előre, mert kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók miként érzik, mert van egy csomó olyan rész, amiben tökre beleélem magam, és aztán mindig kapok egy pofont. Ilyen a dal? A dalszöveg az ilyen. Igen. Hát, tessék. Na, hát Beléd szeretem, ez van. Péter Fibor és Geszti Péter. Lajos, igen, igen, a nagy... Na, na köszi. Ugye, ha elhagysz, veled mehetek. Ugye, én akkor is mindig veled lehetek. Ugye, ha elhagysz, csak játékból teszed. Remélem, nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz rá. És nem lesz többé Stockholm-szindrómák. Remélem, nem ment el a maradék eszed. Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszed. Beléd szerettem. Ez van. Beléd szerettem. Ez van. Beléd szerettem. Tandemben zuhanunk, ernyő nélkül is az rendben, de sikítani hülyeség a sokadikon, kabint cserélni, minek is a Titanicon, egyikünknek igaza van a másik, te vagy, csak az a para, hogy az agy már is lefagy, mert ha valami van, amit magamban még szeretek, az te vagy egyedül, szinglinek sem mehetek, hisz ide láncoltál, legyek a csapbár, Star Wars helyett, fősd le az abbát a tüneteken, tudod-e mi visztul? Mama, how can I resist you? Jenny, életben lenni, így tudok veled, a lényeg meg ennyi, akarlak, amíg jobban szeretsz, mint amennyire zavarlak. Ugye, ha elhagysz, mindig gondolsz, de vagy az, amit magamban még szeretek, és nem lesz több, és Stockholm-szindróma. Nyugi, nyugi, szinglinek sem mehetek. Remélem, nem mentél a maradék eszel. A lényeg ma ennyi. Ugye, ha elhagysz, az csak játékból teszel. Velem tudok csak életben lenni. Beléd szerettem, dolgozt fel. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, dolgozt fel. Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem, beléd. Beléd szerettem, ez van. Ez volt, ez lesz. Fordulj fel. Gyerekek! Hogy volt? Na, hogy tetszett, Péter? É, nagyon jó, és azt nem is tudtam, hogy ti ilyen hangerőn hallgatjátok itt benne a stúdió. Tiszta rock and roll van itt benne. Hát ez csak így lehet. Én milyen hangosan hallgatom a fejhallgatóban. Na, hát akkor a mi korunkban már az ember süketű. Igen. Tudod, de mi Villám Géza kedvenc poénja, emlékszel, mi volt? Nem. Mi volt Beethoven utolsó szava? Tessék. Tudod, ez... Na, nem, ez egy meglepő dal, mert ugye ahogy elindul, és olyan kedvesen, és az, amikor tényleg mindenki átérzett már, hogy ugye
elhajtsz, ugye az csak játékból teszed, tehát hogy az egész csak egy vicc, és utána az első pofon, azt mondtam, ez a Stockholm-szindróma. Arra egy picit így felhőköltem, és aztán kezded el érteni. Nyilván a végső poén ez a fordulj fel, akkor már mindent értesz, de hogy te voltál már ilyen kapcsolatban, ahogy érzelmileg fogva tartottál valaki, mint a Prikopila kampust? Hát oda-vissza. Hát persze. Aha. Szerintem, aki nem volt ilyen kapcsolatban, az nem volt igazából szerelmes. Hozzáteszem, hogy az nem azt jelenti, hogy amikor szinte függünk egy másik embertől, annak ilyen drámai következményei kellene mindig, hogy legyenek, de azért... Volt olyan választásom például, amikor valakibe beleszerettem, hogy tudtam előre, hogy nagy baj lesz belőlem. Ó, nekem is. Mert nagyon-nagyon-nagyon rajta fogok függeni, és azt is sejtettem, hogy fel fogja velem törölni a padlót. De nem érdekelt, mert nagyot akartam érezni, igazi szerelmet akartam érezni. Azt akartam, hogy fájjon ez a dolog egy kicsit, és hogy... De amikor már előre el van könyvelve benne, igen, a dráma, a trauma, a tragikum, mondhatnék még egy pár ilyen szót, mi az a függőség, ami miatt te nem tudtál nemet mondani? Szerintem az intellektusod tudta, hogy ebből baj lesz. Igen, de szerintem, hát egyrészt ugye felnőtt korunkban az egyik legnagyobb kérdés, hogy a libidális, ha úgy tetszik, animális énünktől mennyire tudunk megszabadulni. De nem kell attól megszabadulni. Nem, szerintem se. Sőt, azt gondolom, támogatlak Gábor, támogatlak. Én is téged. Majd mondd a gyógyszeredet. Te mit szedsz? Én ezért le tudom szűkíteni egyre. Én virágokat. Na, szóval a lényeg az, hogy alapvetően akkor jó egy szerelem, hogyha teljesen föl tudod magad benne adni. Hogyha ez egy idő után egy olyan típusú függésé válik, amiben a másik egy kicsit elkezd vele cica, macska, egér játékot játszani, akkor van olyan, hogy te vagy az egér. Láttam egyszer egy képet, sose fogom elfelejteni, egy medve kikap egy lazacot a gázlónál, tudod. Uh-huh. És mindig azon gondolkodom, hogy az a kérdés az életben, hogy te a medve vagy, vagy a lazac. És a helyzet az, hogy van, amikor lazac vagy. És a helyzet az, hogy... Te tudod, hogy lazac vagy. Ez a kérdés, hogy meddig vagy hajlandó ebben benne maradni. Érzed-e még azt a humort, azt a kedvességet, azt a bájt, ahol van a szerelemben? Jól mondod. A humor, az önreflexió, az önirónia, szerintem az menti meg az embert egyébként a legtöbb helyzetben. Nem csak a szerelemben, egyébként másban is az életben. Az a legjobb túlélési eszköz. Maga a Stockholm-szindróma ugye arról szól, hogy amikor túlszulejtenek valakit, valóban mit tudom, egy bankrablás, vagy mit tudom, milyen egyéb akciók alkalmával, előfordult már az életben sokszor, hogy a túlszulejtettek közül többen beleszeretnek a túsztartóikba. Hát van, amikor fél évük is van rá, mert ugye beszorulnak valahova, és akkor kialakul egy nagyon fura, majdnem azt mondanám, hogy torz kapcsolat. Ezzel céloztam pont... egyébként nem túl humorosan a kampus Prikopil kapcsolatra, mert ugye ez egy erre nem emlékezt, azt hittem, ez van egy gyógyszer. Nem, ez az osztrák lány, akit 4 évesen rabolt el az osztrák férfi, és 18 évesen sikerült szabadulnia, és kialakult egy érzelmi kapcsolat. Tulajdonképpen igen. A bűnügyi eseteknél ez nyilván teljesen más, és hát ugye senkinek nem javaslom, meg nem is ajánlom, viszont a szerelmi helyzetekben is igenis van olyan, hogy függünk valamitől, mint hogy nem csak szerelemben függ az ember szerintem az életben sok mindentől, van, aki a munkájától függ, például függő viszonyba került tőle, van, aki más, mit tudom én, ne adj Isten szerektől, vagy ne adj Isten valami olyasmitől, ami fölött nem tud egyszerűen rendelkezni. Ez a lényeg a dolognak. És a szerelem is tud ilyen lenni. Ez a dal ezt akarta rögzíteni igazából, és szerintem ezt viszonylag jól megsikerült fogni egyébként, és azt el kell mondjam neked, hogy egyszerűen imádom a Péterfi Borit. Tehát ez hogy történt? Ezt mesélj el. Ilyenkor, amikor az ember felhívja a Péterfi Borit, akkor elkezdesz neki dúdolni, vagy előtte átküldesz neki egy fájlt, vagy a dalról kezdesz el mesélni neki. Ne, elmesélj, mert profikot csinálják. Először is elmegyünk. Jó. Elmesélj, én hogy csinálnám? Igen. Először is elmegyünk megnézni a színházban a Péterfi Borit egy darabban, hogy Hát, ő a színésznő, és akkor ott egy kicsit idézőjelben beleszeretünk, és utána találkozunk vele a büfében, és ott úgy elejtjük, hogy egyébként, és ez tényleg így volt, nagyon isteni volt, egy tarsnádi darabban láttam őt, egyszerűen szuper volt a Bori, és utána mondtam neki, hogy figyelj, hát egyszer lehet, hogy felhívnálak valamivel, jó. Eltelt. De akkor már fejedben volt ez? Fejemben volt, igen. Okay. De nem azért mentem el, hogy neki beudvaroljak, hanem mert a Tasi meghívott, hogy megnéztük a darabot, és ott a Bori, mondom, fú, tök jó, akkor beszéljünk vele. És utána hát ilyen szerényen egy hónap múlva fölhívtam, megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy azt fogja mondani, hogy nem. Mert ugye annyira más műfajban mozgunk, hogy könnyen előfordulhatott volna, hogy egy szigorú menedzser azt mondja, hogy Borikám, tök jó a geszti, meg tralala, de hát azért tudod, mivel más zenébe utazunk, mit tudom én, meg egyébként most nála is nagy változások vannak a zenekarában, de
Azt mondta, hogy oké. Okay. És mert átküldtem a dalt, nagyon tetszett neki. És de várjál, mondta, amikor a dalról, akkor még nem hallotta a dalt, amikor nem. Azt mondta, hogy oké, okay, hanem te mit mondtál neki akkor? Azt mondtam neki, figyelj, de Bori, van egy olyan dal, ami sokkal reflektáltabb, mint egy egyszerű kis szerelmi sláger. Átküldöm neked, szerintem egy nagyon önironikus, nagyon humoros, kifejezetten felnőtteknek szóló dal. Ezt a dalt szerintem, a dal szövegét legalábbis, azt egy fiatalabb gyerek azt még nem érti, mert még nem biztos, hogy volt olyan helyzetben az életében. Tehát ezzel leöregezted? Végül nem, is... nem leöregeztem, hanem azt mondom, hogy ez nem egy tini dal, Bori. Mi, akik sokat szenvedtünk már az életben különböző érzelmi helyzetektől, mi ezt valószínűleg jobban értjük, mint egy tinédzser. És hát jártam úgy nemrégiben itt fölöttetek, hogy alattatokon egy másik rádiót, közölte a zenei szerkesztő, azért nem játsz az egyik dalomat, túl bonyolult a dalszöveg. Uh-huh. Mert egy érzelmileg túl bonyolult citut dolgozott fel, a rám jellemző mindenféle bonyolultságokkal. Úgyhogy ezért lettem mondom ki ebrudalva. Viszont a Borinak azt mondtam, hogy szerintem zeneileg belefér a te stílusaidba, mert van benne egy pici underground felütés, de közben mégis egy ilyen nagyon jó, ilyen mainstream zene az egész, és egy picit, mint egy ilyen pseudo-nosztalgikus dal, mert olyan fura a műfaja. Te azt mondtad, hogy bossanova az eleje, azt még nem hallottam benne, de hazamegyek, meghallgatom, hát ott találom. Lehet, hogy nem bossanova, de olyan érzésem volt, hogy a igen, mert egy tambura szól az elején, és nagyon hangulatosan indul, és aztán beindul az egész nóta, de tulajdonképpen azt szeretem benne legjobban, hogy az ember egy kicsit nevet a saját fogságán, a saját szerelmi függőségén, akkor tudsz egyébként kilépni már valamiből, hogyha egy picit rálátsz kívülről. De ezt már csak akkor tud ilyen humorral megfogalmazni, amikor már rég túl vagy rajta. És már régen megszenvedted. Uh-huh. Ez kétségtelen. Ott az a nagy kérdés, hogy utána jelente még annyit az a viszony, hogy benne maradj egyébként. De akkor ezek szerint az a viszony még mindig egy picit csiklandoz téged. Há persze, különben nincs értelme. Figyelj, mindig azt szoktam, csak inspiráló emberekkel szabad együtt élni, együtt dolgozni. Beszéltél a Péter Fiborival szerelemről, ugyanúgy, mint most velem. Beszélgettem vele, igen, abszolút. A klipforgatáson is, meg előtte is dumáltunk. Tehát ő is értette ezt. Nem, hogy értette, hanem azt mondta, hogy pont egy ilyen típusú viszonyban volt egy-két évvel ezelőtt valakivel, és hogy őt ez nagyon eltalálta. Ez pont a Stockholm-szindrómás sor egyébként. Na és akkor te hol találtad magad meg ebben? Mert az, hogy Bori remekül elénekli tényleg, az tudtuk. Halljuk is a kis finom hangocskádat ott mögé, nagyon szerényen elbújva a refrénben is. Kis finom hangocskádat, érzitek? Tehát csupa eufémizmus. Nem akart azt mondani, hogy te nagyon szarul énekezd, de azért halljuk, hogy ott nem, van. Nem, abszolút. De, persze, hát egy duett, és aztán van benne a rebbetét, tudod, amiben az egyik kedvenc sorom. De te mindig ott találod meg magad a rebbetétben? Figyelj, abban vagyok szerintem a legjobb. Az éneklés az, hát ilyen korlátosan megy, tudod, egy oktávon belül vállalok bármit. Szép nyolc hang. De közben azért ez egy férfinői duett, tehát azért ennek ez a műfaja. És a Borival bejött egy olyan világ az életembe, ami soha nem volt, és amit én nagyon szeretek. És a klipben meg, hát egyszerűen érdemes megnézni a klipped, mert ugye itt... Látom a feleségedet is. Előfordul benne ő is, és több gyilkosság is látható a videóklipben, mindenkinek fejlem a figyelmét. Szerelmi ügyben elkövetett gyilkosságok. Szóval, hogy nagyon tetszik. Most hallottam egyébként Keith Richards-zal egy interjút, ma reggel a Kádból néztem, és a 70-es évekről beszélt. Szivar volt? Nem, reggel nem. És Keith Richards azt mondta, hogy a 70-es években az is jó volt, hogy akkor még nehezebben derítették fel a gyilkosságokat. Ez jellemző rá. És azt a mondást ismered, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen nehéz klímaválságos idő van, és hamarosan ugye mindannyian elpusztulunk. Már csak azt kell megbeszélnünk, hogy akkor milyen földet hagyjunk Keith Richards-ra. Mert ő még 100 év múlva is élni fog, tudod, tehát, hogy bár mint túl. Na bocs, félbeszakított, akkor klipről volt szó. Hát nem, hogy ugye készült egy nagyszerű videóklip, ami fönn van már a YouTube-on, és most ugye a premierre elindítottátok, most már meg lehet nézegetni, és egy Lehó nevű srác rendezte, iszonyú tehetséges dolog, tulajdonképpen olyan, mint egy krimi, maga az egész videóklip, egy szerelmi krimi, és azt néztem, hogy a Bori milyen rohadt jól játszik benne. Tehát, hogy azért egy színésznő. Mm-hmm. Tehát mi posztárként ismerjük inkább, de hogy azért, hogy egy remek színésznő, és az a félelmetes, helyenként vampos, helyenként elveszett kis csajos játéka, engem az teljesen rabul ejtett. Én egyszerűen teljesen belészerettem, ez van. Tehát, hogy tényleg ez. Nézzétek meg a klipet, a dal premier most volt nálunk, de nem engedünk el, még a hírek után beszélgessünk egy picit. Baromira érdekel az, mert ugye az előbb itt most persze egy picit húzogattalak azzal, hogy és akkor a te kis finom hangod, bár hangnemben volt, de hogy hol a helyet, de ami nagyon érdekel, az egész zenei entitásod,
hogy az micsoda, ezt úgy nem tudom még a mai napig megfogalmazni. Gyere egy koncerten, ez nagyon egyszerű. Nem, én voltam jazz meg az koncerten, a Kis Stadionban, jól emlékszem, és talán sem volt. Több sok republik koncerten is voltam. Csak beledumáltam a fejébe, hát csak beledumáltam. Tudod, Száj el kismadár rebbe. Na, ott nagyon jó voltál. Na, ugye például. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Geszti Péterrel. 3.95 perc múlva Geszti Péter a vendégünk továbbra is. Jönnek az SMS-ek, Péter, egyébként. Tessék. Gyerekek, már most libabőrös vagyok a Geszti dalától. Andi Bandi, nekünk volt szerencsénk élőben hallani Geszti Péter új számát Kiskunfélegyházán május 1-én. Igaz, akkor ott nem Borival énekelte, de így is nagyon tetszett már első hallása. Horpi. Inny ett a nóta, igen, csak fain lett. Gratulálok, Tonyó. Péterfi Bori hangja, libabőr. Hú, ez de jó lett, amúgy is bírom Péterfi Borit, Geszti Petit meg nagyon régóta. Ja, köszi a selfit, Peti a 6X-en, üzeni Jocsi a Bordéle. Atya úristen, ez nagyon nagy király, gratul a Zsoca, aztán igazi Geszti, jó. Timi Pécsről, ez jó az a szám. Nagyon jó, gyerekek, ez iszonyat jó szám, bár a Fordulj fel a végén meglepett, Moncsi. Hát ez a lényeg. Szenzációs, Geszti az egyik legnagyobb, szóval, és még rengeteg hasonló. Ebből jellemzőből nem olvasol többet, tehát, hogy... Hát még tényleg... Ne viccetem. Egy volt olyan, hogy már nem olyan. Na, valahol vagy olvastam, vagy hallottam egy interjút veled, és bevallom, ez tényleg meglepett egy picit, ahol, amelyben azt mondtad, hogy egyet bántál meg, hogy korán abba hagytad a zenélést. Uh-huh. És azért lepett meg, mert... kíváncsi vagyok, hogy egyébként a zenei, nem tudom, létben, vagy iparban nevezők, bárhogy, te hol képzelted el magad? Mert én ezt eddig azt hittem, hogy tényleg neked a marketing és a kreatív ötletek az adja igazán az életelixíredet, de hogy a zenei részét, hogy ott megállt, parancsoltál egyébként többször magadnak, és ezt hiányolod, ezen csodálkoztam. Igen, tehát 2000-ben volt talán a Jazz meg az búcsú, azt hiszem, igen. És utána 10 évig nem zenéltem, mert mással voltam elfoglalva. Például arckiállítással, nemzeti vágtával, egy csomó minden mással, meg akkor még nagyon bírtam ezt az egész marketing mellót, amit a saját reklámügynökségünkkel csináltunk, és rengeteg olyan dologba kaphattam bele, ami nagyon szabaddá tette a mozgásomat, tehát hogy nem csak egy műfajjal lehetett foglalkozni, és engem nagyon szórakoztatott. De a helyzet az, hogy nagyon elkezdett hiányozni a zene, és akkor 2010-ben, hát ugye sok minden történt még akkor az országban, úgy döntöttem, hogy inkább visszafordulok ebbe az irányba, mert spirituálisan is, meg fizikailag is hiányzott egyszerűen. De melyik része? Emlékszel arra, hogy voltunk valamilyen kábeltévék csatáján, az egyik helyszín Budán volt, a másik Pesten. Volt ilyen. És igen, de ott te doboltál. Tehát, hogy volt egy olyan rész, amikor elkezdtél vadul dobolni, nem is értettem miért. És... hát gondoltam, hátatusz basszus gitár. De az nem volt nálunk basszus gitár. Nem. Tehát, hogy hol képzelted volna el magad, ha a zenei pálya folytatódik? Én ugye eredetileg dalszövegírőként indultam, az első emeletnek írtam nagyon sokáig dalokat, és aztán egy picit véletlenül meg a műsorvezetésből kifolyólag, hát akkor még együtt nyomtuk, emlékszel, ugye elkezdtem ilyen vicces intrókat nyomni a rádiókban a zenék elé. És valahogy akkor azt éreztem, hogy ez a duma, meg a ritmusos duma, amit aztán felfedeztem a rap műfajt, ez úgy kézre áll nekem, és ehhez nem kell énekelni tudni, viszont nagyon jó ritmusérzékkel hozzá. Uh-huh. És akkor egyszerűen elképzeltem azt, hogy mi lenne, hogyha később is visszatérnék ehhez, és olyan dalokat írnék, amiben egy picit már énekelek is, de csak tényleg szerényen, hogy azért ne ártsunk a füleknek. Másrészt pedig, hogy a rap szövegeimben mindig ki tudtam jól fejezni magam, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy most ebben érzem magam a legszabadabbnak, és ez tart legjobban karban, lelkileg is. Hogy tudod, a zenélésben egyszerűen én megtalálom mindazt, amitől értelmét látom annak, hogy itt élek ezen a bolygón. Tehát, hogy isteni a zenészekkel állandóan együtt lenni, mert ugyanolyan óvodások, mint ti vagytok, tehát olyan, hogyha az emberek tényleg nem nőnének föl, mert a zene az egy másik dimenzióba viszi az embert, és amikor együtt raksz össze egy zenekarral élőben, koncerten egy zenét, mindig azt szoktam mondani, az olyan, mintha egy szívbillentyű lennél egy nagy szívben, és együtt dobogsz a többiekkel. És ezt most nem ilyen patetikus dimenzióban van. Én tényleg ezt érzem. Ez a zene a barátságról szól, szabadságról szól. Tehát akkor nem szól. Elég az, hogy te megírod egyébként a baromi jó dalszövegeidet, és esetleg egy
más valaki előadja, aha, hanem neked kell az, hogy az, igen, a garázsban, régen ugye így volt, a garázsban igen, együtt belenézel a dobos, a basszusgitáros szemébe, és ott születik valami. Így van, és hogy együtt születik, ez a másik, hogy úgy nőttem fel egész életemben, hogy másokkal együtt hozok létre valamit. Tehát magyarul az, hogy jön valaki egy zenével, én hozzáadom a szöveget, utána meghangszereljük, és valaki elénekli. A nagy dalok akkor születnek, amikor egy jó zenére nem szar szöveg kerül, hanem egy jó dalszöveg kerül rá, és ez megtalálja az előadóját. A legnagyobb slágerek úgy születnek, hogy megtalálja a dal a jó előadóját. Mondok egy példát, a geszti szövegeknek ki volna rajtad kívül a jó előadója? Bocs. Hát ha tudnál rappelni. Nem, én nagyon rossz színpadi ember vagyok. Szerintem ez az érdekes kérdés, bár sose gondolkodtam rajta. Valószínűleg nem nagyon lenne más, azért, mert az én dalszövegeim, azok nagyon az én, hogy mondjam neked, karakteremből fakadnak. Hát ez tudod, más is csinál ilyet, hogy nem a karakteréből fakad, hogy dalszövegek adat nem, másnak. És... Nem csinál, azért is kapok sok kritikát egyébként. Főleg a rap világból, mert az én dalszövegeim azok általában önirónikusak, idézőjelbe tesznek sok mindent, és ma ez egyáltalán nem divat. Tehát ma mindent egy az egyben straightforward kell megfogalmazni, ha azt akarod éreztetni a hallgatóval, hogy szomorú vagy, akkor arról szól a dalszöveg, hogy szomorú vagy. A rap erről szól eredetileg, tehát csináltál belőle rózsadombi rappet. Nem, az nem rózsadombi rap, az pasaréti. Na jó, ezt hagyjuk. Figyelj, ez a szociális nyomasztás. A geszti az nem rapper, mert nem egy garázsból jött. De ez nem véleményként. Mondom, ezt nem garázs, véleményként mondom. Te tudtad, hogy az anyámnak a lakás, amin én felnőttem, az egy garázs volt korábban. Tehát egy garázsból lett átalakítva. Ennyit az én szociális jólétemről, gyerekkoromban. De Péter, esküszöm, hogy nem iróniával mondtam, hanem tényként. Hogy? Tehát, hogy ez tehát nem kritikaként mondtam ezt, hanem mint tényt, hogy ez egy intellektuális dalszöveg. Ez a baj. Ez a baj. Nem mondtam, hogy baj, hanem hogy más. Nem. Az érdekes, hogy amit kérdeztél, most arra a prek-prek válaszolni. Szerintem a Majka dalait a Majkának kell rappelnie. A Funkadelinek kell a saját dalait rappelni. Pont az a jó, hogy nem cserélheted meg az előadót, mert az már nem lesz hiteles. És ugyanígy az én dalaim se állnának jól nagyon másnak, hiszen az én karakterem, az én életem fordulatai vannak benne. Persze el lehet rappelni egy játék kedvér valamit, de azért ez nem véletlen, hogy így van. És szerintem pont azok a jó előadók, nem csak a rapben, hanem a zenében is, akiket nem lehet kicserélni. Nem lehet kicserélni, nem azért, mert olyan zseniálisan énekelnek, hanem mert ez a karakterük, az ő életükről szólnak a dalaik. A Johnny Cash búcsúdalát nem énekelhette el más, mert az az ő életének a drámájáról szól. És pont az a legnagyszerűbb, hogy ez a fajta a dolog, amit az X-faktor műsor például keres, hogy a megcserélhetetlen, felcserélhetetlen egyéniség van mindig egy dal mögött, aminek ez a lényege, hogy nem áll neki jól. Én nem szeretném mással meghallgatni, mondjuk pont a Bikinit, amelyik Istenen játszotta a te születésnapodon. A D-nagy hangján szól nekem az, hogy csókolom, megszakadhatok. Én azt nem kérem mástól, elénekelheti, de akkor az a Megasztár vagy az X-faktor játék, hogy akkor nézzük, hogy te el tudod énekelni más dalát. És pont ez a legnagyobb drámája az összes gyereknek, aki kijön az ilyen tehetségkutatónak álcázott valóságsokból, hogy egy ideig mások dalát énekled, és egyszer csak ki kéne jönni a saját zene identitásoddal. Az Azariát nem tudja más elénekelni, és nem is szeretnénk. Uh-huh. Mert pont az ő karaktere ilyen. Ez ugyanolyan, hogyha nem ti vezetnétek ezt a reggeli műsort, azt bejöhet más műsort vezetni, de az sose lesz Bocskor Gábor, vagy Lovász, vagy Gyuri, érted? Ez pont a karakter az érdekessége. És szerintem minél inkább jön az AI például, mert ugye azt mondják, hogy majd az AI ír helyettünk dalokat, meg elő is fogja tudni adni, szerintem annál jobban fog felértékelődni az egyéniség, a karakter, az egyedisége az embereknek. Na, az a baj, hogy nagyon kevés időnk van, de még a Guesty 60-re picit térjünk rá, mert bár nagyon távoli még. Igen. De hogy az milyen lesz? Tehát láttad az én showmat. Figyelj, nem lesz 4 órás, mint a te show. De ez egy koncert lesz tulajdonképpen. Ez egy nagy koncert lesz az arénában. Halkan mondom, hogy már nagyon-nagyon sok jegy elment, és engem is meglep, hogy ilyen nagy az érdeklődés. Nyilván el fogom hozni a nagy repülők, jazz meg az és egyéb slágereket, és nagyon sok kollégám ott lesz, nagyon sok barátom, akikkel annak idején együtt zenéltem. Lesznek új dalok is, lesznek meglepetés vendégek, és ami nagyon fontos, ez egyrészt egy nagy nosztalgia buli parti lesz, de közben mégis az életemről fog szólni, és lesznek olyan pillanatai, amelyek szerintem ez a once in lifetime, tehát hogy egyszer az életben jön össze, mert úgy rakom össze az egészet, hogy legyenek ilyen nagy közösségi,
nem is generációs, hanem olyan együttlevős pillanatok a zenében. Tehát, hogy nem csak a Mi vagyunk a Grund fog megszólalni ott, hanem van egy nagy tervem, hogy rá akarom beszélni az Olai Bolyát, hogy ha bejelentett, hogy soha többet nem fog énekelni a Magyarország szindalomat, én szeretném, ha ott elénekelni, és ezen még tárgyalások folynak erről. Tehát én akarok olyan pillanatokat rakni, amikor azt fogod érezni, hogy jó együtt lenni ennyien. És nem is rólam kell, nem kell, hogy rólam szóljon az egész, hanem az együttlétről szóljon. Generációk együttlétéről, nyugalomról, szeretetről, békéről, valódi együttlétről a zenében. És azt gondolom, hogy erre jó sanszom van. Ráadásul egy csomó jó ötletem van. Főztem a Berkes Gabit múltkor, mondta neki, figyelj, emlékszel, milyen brutális reklámzenéket írtunk a 90-es években? Tehát például emlékeztek a Postabank nevű? Olyan, persze. És az megvan, egyre megy, honnan nézed, a négy, egy, és meg. Na, és mondta neki, mi lenne, ha ilyeneket reklámblokként bejátszanánk ott élőben? Jézusom! Figyelj, nagyon sokat röhögünk, tehát nem beszél a téged, bár a Papírgyár című opuszol. Igen! Ezt te voltál? Hát persze. Téged vár a Papírgyár. Bizony, Gabikám. És a helyzet az, hogy viszont a heti hetes főcímét azt nem én írtam, bár azt mindenkinek kell. Tényleg, ezt mindenkinek kell tudni. Igen, de semmi közöm nincs. Abszolút. Na jó, hát kívánom, hogy ez összejöjjön. Gyertek el, meg vagytok hívva. Mindenképpen el fogok menni. Hát ezt már megígértem, mert ez volt a születésnapi ajándékot többek között, de most a Kalovázékra is kiterjesztem ezt. Ahogy hozta három jegyet? Három és felett. Péter, köszi. Nagyon-nagyon jó dal. Az étterben, nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon jó dal, és további sok sikert. Ugyanezt kívánom, Bocskor bácsi. Ne bácsisz, tényleg. Hát, másfél óra fóriában. Én is bácsi vagyok. Köszönjük szépen, Geszti Péter. Ciao. És jövünk egy hangcsapdával. Igen, az ő hangját kell megfejteni. Most ilyet, és az út alatt dumával. Akment van, oda, értem meg a sőtünk, aztán egy is az egyszerű, és már tudunk látni, és a nóra, és te húcsú, és mi bajsuk el. 0-20-22-22-122. Követelik, hogy ezt a dalt is tegyük be a mi playlistünkre. Szerintem olykor ne játszhatjuk, mert nagyon-nagyon jó a dal. Üzenik, rengeteg jött még. Ez a zene fenomenális, a minőség jelképe, maga Péterfi, Bori hangja és Geszti Péter alá reppelése fantasztikusan jó. Szerintem nagy sláger lesz belőle. Luxi. Sziasztok, ebbű sláger lesz more. Gratulálok, Peti, nagyon jó dalokat ír. Peti új száma megint nagyon oda szott, már imádom, Iván. Jó reggelt, Péter, hatalmas fazon, amit letett az asztalra, az nem semmi, ez a dal is jól sikerült rádióba vele, szép napot, Robi. Bocsi, 10-15 nyomasd még egyszer a Geszti dalát, szép napot nektek, ártatlan. Megnéztem a klippet, hát gyerekek, ez fantasztikus, minden tiszteletem az övé. Sziasztok, megnéztem a klippet, vagy jó bundi. Tehát ilyenek jönnek sorra. Tényleg érdemes a klipet megnézni, itt nekünk is ment közben. Igen. Zseniális. Igen. Na jó, most játszanunk kell. Sok szeretettel. Balázs van a vonalban. Szia Balázs, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt, Balázs. Balázs, mivel foglalkozol, merre laksz az országban? Mondjál két mondatot magadról. Én Székesfehérvárra lakom, üzletkötőként dolgozom, pont Fehérváron megyek Győrbe. Aha, és milyen termékkel, milyen áruval? Hát fűtés technikai. Ah. Oh. Okay. Termosztátok ilyesmi? Akár. Nagyon jó. Na, én értem a szakmádat már. Van valami alkatrész, amit ajánlanál, Laci? Hát figyelj, én most amit láttam nagyon jót a neten, a ilyen fűtéscső fektetni, padlófűtés, ez a B32-es tudom ajánlani, mert mindegy kötőanyag, de ebben most nem megyek bele, mert bonyolult, de te érted. Az egy kicsit más. Igen. Így van. Nagyon tudod. Van egy ilyen SMS. Bocsi, én vagyok az a nő, akiről Geszti énekel, fordulj fel, te Peti. Átadjuk, szerintem még utolérjük. Még lehet, hogy utolérjük. Oké. Jó, Balázs, elkezdjük a játékot, mutatjuk megint neked a hangot, tessék. Most üljet, és az út alatt dumával. Akment volna, oda, értem meg a sörtünk, aztán egy is az egyszerűt, mert tudunk kolábbni, és a nóra, kérte, hogy csinálni, vagy sikert. Na, megvan. És én bátor leszek, nem szeretnék találgatni. Okay. Én egyből rákérdezem, talán Hajdú Péter. Ő bizony. Akkor láttam meg az Anikát alattunk ját. És mondom, hogy ú, kéz a jó csaj. És akkor oda mentem valami hülye dumába, és elkezdtünk így megismerkedni, és aztán összejöttünk. Megérte bátornak lenni. Megvan a kis ajándékod. Na. Gratulálunk. Bocsi, Zacsi, baseball sapkával meg a bögrével. Nagyon király, nagyon régóta vágyom már rá. De jó, és ez a 6X-es sapka, ami bizony. Ugye május óta. Király. Igen. Királyság. Balázs, óriási vagy, köszönjük szépen, hívunk ma még a címedért.
Oké, szuper, köszönöm szépen én is. Mi is, köszi, szia, szia. Köszi, hello, sziasztok, hello, hello. Na, már korán reggel, amikor felvezettük azt a témát, amivel Vokci foglalkozni fog, akkor egyből kialakult egy ilyen, egy ilyen izgalom. Na, hogy mondjam? Ugye arról szól, hogy ha Armageddon lenne, és erről vannak kutatások és különböző elképzelések, és néhány ember maradna meg, akkor milyen stratégiára lenne szükség az újra népesedés, népesítésre? Igen, hát ez egy nagyon összetett játék lesz, mert a mi szerepünket is majd bele kéne gondolni, meg hát, hogy milyen stratégia szerint kellene a nullából elkezdeni a népesítés magát, azt a kemény munkát, hiszen hát abban a meló van. Egy társadalmat kell építeni, ne felejtsük el, és hogyha most ezt leszűkítjük arra, hogy vagyunk, nem tudom, 5 fiú és 4 lány, tegyük fel, akkor legalábbis abban a körzetben, amit mi áttekintünk az Armageddon után, akkor hogy látunk neki? Elküldünk-e valakit másokat megkeresni? Mikortól gondoljuk azt, hogy szükséges szaporodni, mert különben ugye kihalunk? Hogy osztjuk fel a munkákat? Legyen-e vezéregyéniség, vagy minden demokratikusan történjen? Hát igen, mert hogy ki mihez ért, meg azért nyilván alapdolgokra szükségünk van emberként, tehát kell egy jó vízvezetékszerelő, az nem lesz egyik napról a másikra. Nem, azt ki kell nevelnünk. Az Armageddon után a legfontosabb a vízvezetékszerelő. Kicsesztél velünk Armageddon. De van vízvezetékszerelő. Csöpök a csap. Jövünk vissza, hívjuk Vokcit. Ez a Bocskor. 9 óra 12 perc van. Jó reggelt, kedves hallgató, kedves László. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Herr Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, és megvolt a B32. Szenzációs vagy, Laci, Nagykozári fuvaros. Kösz szépen. B32 az... Mindenhol. Mindenben működik. Sziasztok, férjem minden nap hallgat titeket, szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem és vigyázzon az úton. Ivet Szarvasról. Bár minden nő megüzenné a párjának ezt ma. Bocsi, az a Big Daddy póló, ami rajtad van, nagyon ott van, Zöldséges Zsolt. Én nagyon szeretem a Big Daddy divatot. Mondta, és vannak új pólói, mondta nekem ott a 6X-en, hogy... Tényleg? Persze. Igen. Na jó van. Akkor szerintem ez egy annyira sok mindent átfogó, átölelő téma lesz, hogy kapcsoljuk élőben Székesfehérvárt. Hát menjünk bele, mert sok a részlet. A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Jó reggelt, Vocika! Boldog jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, nagyon-nagyon benne van már Anett. Reggel 6 óra előtt beszéltünk, 6 óra után elnézést beszéltünk erről a témáról, csak így felvezetőleg, hogy miről fogunk beszélni, és hát sok fejtörést okoz. Az Armageddon, ugye ezt mindenki filmből ismeri, tehát olyan film nagyon sok van, hogy valami elpusztítja a világot, egy páran maradunk. Ugye ez az alaptézise ennek a kutatásnak. Igen. És a kutatás arról szól, egyébként ez a Cameron Smith, ez egy amerikai társadalomkutató, és most ezt tette központi témává tulajdonképpen, hogy hány ember kell ahhoz, hogy az emberiség fennmaradjon. Aztán felvázolta a lehetőségeket, ugye ez a nem vidám része, ugye hát van a meteor becsapódás, ugye, mint elmélet, de hát ezt ugye, amíg Bruce Willis él, meg a fiatal barátja, amit eszembe neven, Ben Affleck, igen, tehát addig ez megoldódik, ez a probléma, ez nem nagy ügy. Aztán ugye a nukleáris katasztrófák, ugye hát az egy pár idióta kezében vannak gombok, ugye ez véletlen is ráülhet, vagy valami. Tehát voltak erre példák ugye annak idején, azt hiszem 61-ben egy B-52-es amerikai bombázó Észak-Karolinán leengedett 2 nukleáris töltetet, aztán olyan mázli volt, hogy egyik sem robbant fel. Aztán itt vannak a biológiai fegyverek, ugye, ami kiszámíthatatlan, az Isten tudja, mi lesz akkor, hogyha megfertőződik az emberiség valami idiotizmussal. A klímaváltozás, ugye a elolvadt jéghegyekből felszabadul a metán, ott is tele van olyan több 10 000, 20 000, 1 millió éves baktériumokkal, amikre nem tudom, hogy reagál majd az ember.
És hát itt vannak a hódító földön kívüliek, ugye, amivel nem tudok mit kezdeni. De hát, ugye, mondjuk, figyelj, én nem vetem el ezt, hogy jó, vannak ilyen élőlények valamikor, valahol itt a valamikoron van a hangsúly, tehát ha egy civilizációt mondjuk olyan 20 ezer évre tehetem, vagy 30 ezer évre, hogy ez létezik valahol, nem is az a lényeg, hogy ilyen van-e, hanem hogy mikor. Tehát egy bolygónak a kialakulása, meg mit, több milliárd év, és az, hogy ebből ez a 30 ezer év mikorra esik, az nagyon ritkán fordul elő, hogy mondjuk az emberiség létezésével egy időben alakuljon ki. Hát nem biztos, hogy egy időben, de igen, teljesen relatív az idő. Tehát az a 30 ezer év, ugye ilyen az távlatokban az tud egy pillanat is lenni, meg az örökké valóság. Tehát az is lehet, hogy engem már egy űrlény készül kiütni, és körülbelül 10 000 éve elindította az ökölcsapását az arcom felé, de még félúton van. És lehet, hogy már rég meghalok, mire egyébként eltalálna, mert az ő ideje, az neki egy pillanat, az a 20 000 év, az ő ökölcsapása 20 000 év, nekem ugye lenne egy másodperc töredék része az én idő kalibrációm szerint, hogy elhajoljak. Tehát lehet, hogy rosszul jár. Csak mondom. Pontosan. És ez baromi nagy probléma egyébként. De ha mégis összejött, hát van, akinek összejött, ugye itt van Pataki Attis, meg mit tudom én, tehát nekik összejött. Én nekem még sajnos nem. De elég közel vagyok már hozzá. Csak tudod, társaság kérdése, meg italok. Na mindegy. Tudtam, igen. Láttam én már UFO-t, de aztán rájöttem, hogy én vagyok, meg kiköltöztem a testemből. Na, Akkor Tiszacsegén voltál a Stéger, és ott pirultál a napon. Igen, igen. Te is láttál engem, én is. Ott ültünk egymást, és nézegettük a hülyét a mólon. Igen. Az üres üvegek mellett. Ja. Na, mi az UFO? Nem, ez te vagy te, ugye. A lényeg az, hogy tehát a kérdés, hogy egyáltalán a megmaradottak közül kik azok, akik erre, hogy is mondjam, alkalmasak lesznek, hogy egyáltalán benépesítsük újra a Földet. Aztán ezt számszerűsítették is tulajdonképpen, hogy most jövök a hülye dumával, a valószínűség számítás, amit te utálsz, ugye, mert vagy az nem létezik. Nem létezik, igen. Tehát a lényeg az, hogy 317 fő a minimum, tehát ez az egész kell, Földön, hogy... vagy a... Az egész Földön, igen. Hát, na mindegy, jó, egy jó, csoport. Jó, oké, tehát 317 fő kell ahhoz, hogy egyáltalán legyen esélyünk fennmaradni. Igen, pontosan. Okay. Lehet ez több is, de azt mondja, hogy van egy limit, tehát 1000 fölött már az a probléma, hogy mivel szedetvedett a népség, marha nehezen alakul ki a társadalom, és állati nagy konfliktusok jöhetnek, akkor már tudod, tagozódás van, klikkesedés, és akkor ezek egymásnak esnek. Tehát a nagy csoport sem túl jó ilyen szempontból, jól mutatja ezt a világ, ugye 7,8 milliárd ember már nem nagyon tud együtt élni, anélkül, hogy ne legyenek konfliktusok. Na, és a lényeg, hogy itt ez a 317 ember, hogy ezeket hogy kell összeválogatni, ugye? Hát először is nem lehetnek rokonok. Tehát ugye azzal baj van, ugye a szaporodás szempontjából, mint annak idején említettem, a nyomtatott könyves példákat azon a különböző nyomdákban, ugye, tehát a génhibák, ha ugyanott vannak a rokonoknál. Bokci, nyissuk ki a bunker ajtót. Jó, na, jó? Ide akartam eljutni, pont egy mondattal előtte. Na, csak azért mondom, mert lehet, hogy én a rokonommal vagyok ott, de a rokonommal én nem keresek, hogy is mondjam, szaporodási kapcsolatot. Nem tudod. Hanem lehet, hogy a japán bunkerből kiszabadultal keresek azaz, szaporodási kapcsolatot, na. És az meg az én rokonommal, érted? Tehát nem baj, erről ha van rokon. Szó. Tehát a lényeg az, hogy minél távolabb legyen a genetikai öröksége az illetőnek. Tehát ennek a brigádnak nemzetközinek kell lennie. Na. Tehát lehetőleg minél távolabbi nációk legyenek benne. Nálunk ez mondjuk itt nem, de hogyha netán mi így együtt maradnánk. Na, a következő a helyzet. Ott van a bárka, ugye, a 2.1-es, tehát az állatok vannak ugye a Noénál, és akkor van egy emberbárka. Igen.
és ott a jegyszedő, és mi ott állunk sorban is. De várj, hogy oszlik meg a 317? Tehát 300 magyar jön ki a magyar bunkerből, és 17 japán olyan szerencsénk is lehet, hogy mit tudom én, Sárbogárdon összejövünk, és akkor minden elpusztul mellettünk, és mi még nem tudtuk. Tudod, följövünk a bunkerből, vagy a izőből, a kocsmából, amely egy pince, mit tudom én, és akkor nézünk nagy csodálkozó, hoppá, sehol senki, nem járnak a buszok, és a... Na de itt a bárka elmélete, tehát felszállunk 317-en erre a bárkára. Várját, a bárka előtt van egy jegyszedő természetesen, aki... Ő benne van 317-ben, vagy azt megöljük a végén? Hát a jegyszedő azt mondja, hogy nem számít a lóvé. Tehát itt sajnos nem az, hanem mit tudsz, érted? Tehát, hogy a túlélés szempontjából letoljuk az anyagi helyzetedet, meg ezzel nem vagyunk megvesztegetni. Először is azért nem tudsz megvesztegetni senkit, mert nincs értéke a pénznek egy ilyen helyzetben, érted? Nyilván. Tehát hiába viszed magaddal a bőröndöt, dobhatod a francba, esetleg tüzet gyújtani, vagy te túlélés szempontjából valamit jelent. Tehát ott állunk, a jegyszedő ott van, és akkor neked el kell adnod magad természetesen. Igen, a megoszlás az természetesen annyi, hogy ugye hát körülbelül fele-fele arányba kell lenni a nőknek. Ha kevesebb a nő, az sem baj, mert ugye tulajdonképpen többször is, hogy is mondjuk, értem, többször is. Mondjam ezt szépen, többször is, tudok szépen mondani. Az sem nagy baj, csak a nőnek. Nem, hát lehet, hogy ez megszül egyet, aztán majd szerelmes lesz másba. Meg nem tudom, hogy a szerelem egyáltalán itt most szerepet játszhat-e. Igen, a szerelem nem játszik sajnos, tehát itt, és ráadásul nem játszik az orvosi beavatkozás sem, ugye, tehát olyan nincs, hogy ugye nem vagyunk steril körülmények között, tehát hagyományos módon kell megtörténni a dolgok. Már a bárkán? Igen, vagy még a lépcső. Próba. Jó, csak hogy tudja. Ez mindenki tudja? Tehát lesz egy eligazítás, hogy kedves nők, most nem szerelemről van szó, de adjátok magatokat. Lesz egy eligazítás? Igen. Tehát már itt már kell lenni egy olyan embernek, aki jó szervező, és tehát ugye te, mint ha említetted volna, hogy nem sok mindenhez értesz, amihez értesz, ahhoz viszont nagyon. Tehát itt gyakorlatilag már a kérdéseidből kiderült az, hogy te tarthatnád ezt az eligazítást. Jó, tehát én megkeresem a hangos bemondót a bárkán, és megtartom. Igen, 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 és hát nem vicces körülmény, tehát nem kell nagyon tragikusnak lenni a dolognak, tehát tényleg, hogy ezért sok humorral, hogy elfogadják az emberek, és érvekkel természetesen. Aztán ugye még a Gyurit is el tudom képzelni, mint piszok jó szervezőt, ugye? Tehát ott rendezgetni az embereket, ugye? A napozóágyakat nekünk adnád. Igen, a törőközőket. Törőközőket. Csak induljon már a bárka. A legjobb hely a bárkán a miénk lesz, ígérem. Igen, na most akkor, most jön az, hogy el kell adni magunkat, tehát hogy mit tudunk. Hát a következő történik, a nagyvárosok azok eleve vesztesek, ugye, mert azok olyan életet éltek, hogy állatira függenek az energiahordozóktól, az elektromos áramtól, stb. Tehát semmilyen számítógépes tudás, meg ilyen abszolút nem játszik, egyszerűen csak magadra vagy utalva. Túlélési szempontok azok, amellyel el tudod adni magad. Na, ezek mik lehetnek? Nálam? Hát igen. Kézműves sajtot tudok csinálni. Egy pillanatra el is hittem. Igen, de akkor a Noi 2.1-ről át kell hívnod valamelyik állatot. Igen. De és mindenből csak kettő van, érted? Két kézműves sajtot. Jó, hát akkor így én meg tojást tudok főzni. Hát akkor ennyire én is tudom. Nem, te más fogsz tudni csinálni, az majd a benne lesz az elutasításban. Annett neked nem lesz időt tojást főzni, legfeljebb annyi között lesz a tojáshoz. De az eligazításban benne lesz a te dolgod. Szóval, na igen. Igen. Hát hazudjak, hogy felkerüljek a bárkára, ez játszik? Vagy hazudhatsz, csak utána kivégeznek, tehát az természetesen. Megkosztolják a sajtodat, és bukó lesz. Igen, tehát semmi másra nem használnak legfeljebb, mint megtermékenyítést, tehát érted, mert azért a génjeid viszonylag jók, másrészt pedig hát kell a különböző örökítő anyag.
Tehát én tudok ilyen kis fülbevalókat készíteni, már próbáltam saját kezemmel, az számít? Fülbe, azt a sok hasznos ember, te úristen, fülbe. Jó, jó a fülbevaló, mert megkülönböztetni vele a különböző családokat, nációkat. Na tessék. Egyébként mi a bocsival, nekünk ebből van tapasztalatunk, mert mi egy másik kontinensen értünk egy húzamosabb ideig, ugye Afrikában. Igen, és meg tudtuk különböztetni magunkat. Fülbevalóval. Nem, hát ott találkoztunk a busmanokkal, akik egy elég zárt és kicsi közösségben vándorolnak ugye Afrikában, de évente egyszer összejönnek a különböző családok, ugye, és akkor nőt választanak, és azt kiszakítják a másik közösségből, vagy csereberélnek, és azokat viszik magukkal, és az ott többet már nem megy vissza a másik közösségbe. Hát ők így oldják meg, hogy kölcsön őzét nővel tartják fenn ugye a faj a társaságnak igen, az összetételét. Tehát Anettnál, ugye, ja, és ráadásul ugye nem egy gyerekről van szó, hanem egy párnak legalább három gyereket kell ahhoz, hogy a benépesedés ugye elinduljon, tehát szaporulat kell mindenképpen, ugye egy nem elég, kettő az annyi, hogy mindenki helyett van egy, ugyanaz, és akkor ugye a három a legkevesebb, amit szülni kell ahhoz, hogy felmaradjon az emberiség. Vagy többet. Nekem tényleg nem lesz már dolgom. Tehát tojást főzni nem lesz időt szerintem. Igen. Bár én nem tudom, ha tudsz közben is, tehát akkor gyakorolj. Nem is tudom. Na de Anett, neked ez egy vállalható dolog? Most komolyan tényleg az Armageddon utáni életre képzeld el magad, és volnánk egy páran, de hát ugye van egy pár japán is, meg németek, meg bolgárok, és tényleg ez lenne, hogy a mi közös érdekünkben neked szülnöd kell többet. Most őszintén tudok más csinálni, mert különben kihal a fajunk. Tehát... Ezt mondom, akkor jó, igen, akkor van küldetéstudatod. Vokci, akkor jó a hozzáállás. Jó, de hát csak Anett, de hogy van. Azt kell számolni, hogy 45 éves vagyok, és nem biztos. Sietünk. 45. Anett. Meg én adok fülbevalót neked, értenem. Kinek van küldetés tudata ilyen helyzetben, hogy ráadásul, hogyha a nő ne hülyeskedj, és hogy oldanánk meg ezt? Tehát, hogy ha nem tetszik az illető neked, akkor mi letakarjuk, vagy téged takarunk, vagy hol? Nem, bocs, de az központilag határozzuk meg, hogy kiszaporodhat, mármint a férfiak közül, mert nyilván minden férfi jelentkezni természetesen. Fog, még a japánok is. Tehát, hogy hogyne. Hogyne, már látom a te... Hát bocsi, már látom a te feladatot. A kiválasztás. De azért Nem. Anett, sajnos te nem szólhatsz bele. Mi? Akkor én el vagyok szeparálva mindenkitől, csak így betolják? Ez egy feladat, Anett. Nem, dehogy is. Nem, betolják. Ez egy más műfaj. Vokci, ugye nyilvánvalóan szem előtt kell tartani a genetikai diverzitást, tehát hogy olyan megtermékenyítő urat válasszunk a közösségünkből, akinek leginkább érdemes ugye a gényeit tovább szaporítani. Mi alapján választom ezt ki? Tehát megnézem ki, mennyire izmos, vagy csinálok keresztrejtént, fejtetek velük, mennyire okos, vagy... Hát igen. Mi igen, alapján választom ki? Mert én fogom kiválasztani ezek szerint. Igen, de tehát össze kell állítani. Egy IQ-tesztet, meg egy EQ-tesztet, és akkor ugye azokból bizony abból kell válogatnunk. Tehát, de hát eleve nem is viszünk magunkkal olyat, aki, mit tudom én, szerintünk. De viszünk, mert szerinted. Lehet, hogy egy ácsot viszünk azért, hogy majd tető is legyen a fejünk fölött, nem akarjuk, hogy szaporodjon az ács. Én például asztalos és ács vagyok egyébként. Mondom, én te asztalos és ács vagy? Igen, én építettem ezért házakat, bútorokat tudok csinálni, tehát én ezért ebben otthon vagyok. De akarsz-e szaporodni, Vokci? Csak úgy keftelésből is. De az nem lehet, hogy amíg terhes az Anett a 9 hónap alatt keftelésből mással is csinál? Nem. Anett, neked nem nagyon van beleszólásod de ebbe. De most ebbe lesz. De téged kiszolgálnak, tehát a tenyerükön hordoz mindenki, érted? Csak ne finnyáskodjál egyszerűen. Bocsi, csinálj neked kézműves sajtot. De most mondtad, hogy neked küldetés tudatod van, tehát azért de nem miről annyira, beszélsz? Hogy mi? Tehát a Gábor kiválasztja nekem. A genetikai megfelelő partnert, igen. Hidd el nekem, higgyétek el nekem, hogy pont elég lesz az, hogy az a küldetés tudat. Az oké, de hát az 9 hónap semmit tevés. Hát jó lesz az nekem. Na de hogy közben az ácsunk is szeretne nőhöz jutni. Az ács a házakat építse, a tetőt. De már kész van, mindenkinek van háza. Abba pont jól állunk.
Miért is? Nem tud egy másik nemzet asszonya? De az is lehet, hogy másik nemzet asszonya jobban fog kelleni, mint te. Jó, hát hál' Istennek. Én bevállalom azt a minimum hármat. De semmi más többet. Azért én nem akarok. Kettőterésből nem is csinálnál ilyet? Tehát terhesen nem tudom, fogalmam sincs, hát esküszöm nem. Nem muszáj azonnal válaszolnod, mert töprengél ezen. Jó, mennyi. Nem, hogy ki minden. De látod, Anett, neked ezen nem kell gondolkodnod, tehát ez nem probléma, tehát tényleg, bocsi, mondja, hogy Anett... Nem, én csak a szaporodni vágyó, vagy képes férfiakat küldöm Anett elé. A kedvtelésből az ácsokat, meg a metróépítőket nem küldöm oda. Köszönöm. Metróépítő. Igen, ez is, ezzel ne állj oda a bárka elé. Bár mondjuk a barlang a berendezés, vagy kiképzéséhez kitűnően. Bokciga, pontosan 9:30 van. Van-e záró gondolatunk, vagy érdemes lenne ezt még folytatnunk? Ezt a küldetést, mert szerintem záró, igen. A záró gondolatunk, nem akarok záró gondolatot, de... Akkor holnap azért folytassuk. Jó, rendben van. Oké. Okay. Jó, tehát akkor itt tartunk, mert nagyon-nagyon nehezen jutottunk el idáig, pedig ez csak egy állomás kell, hogy legyen a közös életünkben. Persze, de egyelőre csak te meg én dolgozom, tehát se a Gyuri semmit ne viccel, nem csinál. Ne viccel, én már jelentkeztem a casting ügynöknél is, mert ezért nem intelligencián magas, és tudok ékszereket készíteni. Jó, majd holnap add el magad most. Ne promózzál már. Jó, ne ezen megy ez a izé. Kell egy vezér szerintem, Vokci, ezt holnap megbeszéltjük, hogy válaszunk-e vezért, vagy sem? Válasz. Jó, rendben van. Igen, én már látom, hogy ki lesz az. Nagyjából. Azt mondja, válaszunk. Hatalmas. Igen. Ja, bocsánat, a demokráciának semmi helye, tehát mindenképpen hierarchia kell, tehát ez különben betolik minden. Igen. Csodás. Szóval... Megválasztottuk. Okay. Még nem, majd holnap ünnepés. Holnap, legyen meglepetés, gyerekek. De izgatott vagyok. Én is. Az apokalipszis utáni életet folytatjuk holnap, holnap felépítjük a komplett társadalmat, jó? És meg lesz a vezér. Köszönjük, és csőkutya drága, Boga, holnap csőkutya, találkozunk. Sziasztok. Szia. Ciao. Hú, gyerekek. Hát lesz még munka. Igen, főnök. De még hiányoltalak téged, hogy egyáltalán bárkán vagy-e. Hát, te feladtad a bejáratnál? Én már feladtam a bejáratnál, már vártam, hogy Voga mivel fog kiszórni, hogy a genetikai készletemmel vagy a szaktudásaim hiányával. De ez holnap kiderül. Meg a holnapot, igen. Megvárom a holnapot, majd a vezér is nyilván közbeszól. Ó, ki lesz az? Először választunk vezért. Így lesz. Jó. Jó, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival, és ez ugye a nyaralással kapcsolatos applikációk voltak, Laci. Bizony, már mondom is, vezérem, kérlek szépen. Régebben ugye el kellett boldogulnunk telefon nélkül külföldön, sok bajjal járt, de a németek összeszedtek egy cikkben néhány olyan alkalmazást, ami szerintem most már utazáshoz nélkülözhetetlen.